Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. A Best of Morning Show. Egy nagyon érdekes történetet találtunk, és azt gondoljuk, hogy minden háztartásban van egy ilyen ember legalább, aki mindenhez ért és minden betegségre tudja a megoldást. Mert hogy ugye az öngyógyítás otthon az egy egyre elterjedtebb dolog, sokan már nem mennek el orvoshoz, hanem azt mondják, hogy ők megnézik az interneten, majd meggyógyítják. Minden családban van már egy ügyeletes orvos, aki azt mondja, hagyjad, én tudom a megoldást. Ugyanis történt, hogy két barát panaszkodott egymásnak, hogy az egyiküknek fáj a foga, mire a másik fogott egy kombinált fogót. Akarom hallani. De, és ez a napokban történt. Egyébként kombinált fogóval esett neki a barátja fogának. Drágálták ugyanis az orvosi kezelést, és azt mondták, amerikaiak voltak, hogy ő megszabadítja a fájdalomtól. Egyetlen mozdulattal, ha kell, akkor kitépi az emberünknek a fogát. Ebből az lett, hogy nem jól húzta, és körülbelül 10 percig rángatta a fogat, mire ki tudta tépni. De végül is egyébként a dolgot egészen sikeresen megoldották. Elfertőződött a seb. Hát akkor tényleg. Egészen jól járt a dolog, kapott egy nagyon durva vérmérgezés, elfertőződött a seb. Igen, és el kellett menni egy ismét orvoshoz, és egy nagyon komoly szájsebészeti műtétet kellett végrehajtani emberünkön. Na de, minden családban van azért ilyen. A másik, amely én például ezt csináltam magam, amikor tejfogam volt még, hogy húztam ki fogóval fogamat. De saját magadnak? Igen, hát tejfogat. Tehát, hogy az megtörtént konkrétan. Biztos, hogy az volt, hogy itt tudom, láttam egy ilyen Szafit, vagy láttam egy tenkes kapitány, vagy nem tudom mit, a tévébe, hogy ott valamikor a középkorban ez így működött, hogy elmentek a Kovácshoz, és akkor a Kovács egy ilyen Ortas nagy, vagy a Ludas Matyi, vagy nem tudom mi, abba is, hogy Ordas nagy fogóval megfogta a delikvensnek a fogát, és akkor csavarta egyet is kirántotta. És én ezt lecsekkoltam, hogy működik, és működött. Na jó, tejfoggal, oké, de hát az egy rendes. Na jó, annak már nem álltam nagyon neki, de tejfoggal megcsináltam. És azt sem voltam, hogy kellemes. Tehát, hogy az, amikor egy ilyen picit olajos, picit rozsdás kombinált fogó csúszkál a tejfogadon, megpróbálod megfogni, és nem is vagy biztos benne egyébként, hogy jó fogat ragadtál meg. Na, előbb-utóbb kijön mind. De kijött. Láttam a gondterhelt édesapádat, hogy kiszól, hogy aztán a vért lemosni a fogóra olyan. Aztán, hogy rámegyen a garnitúrára, mert nem volt ócsó mulatság a dómuszba. De mitől van az, hogy minden családban van egyébként egy ilyen doki, aki egyébként sarlatán, de majd ő megjavítja, majd ő meggyógyítja. Nem kell ide orvos aranyom, kenbe ezzel, kenbe azzal. Minden családban van valaki, aki jobban tudja, mint a doki. Nem? Azt észrevettétek? Persze. Minden családban van, hagyd aranyom, majd én bekenem. A mindenre jó vietnámi balzsam. A minden beborogat, mert azt hiszi, hogy mindenre a boríték. De a tetránkenőcs, vagy tegyél rá betadin. Ugye? Tehát minden családban megvannak ezek a úgymond sztereotípiák, ahol megjelenik a család ügyeletes állorvosa, aki ugye orvosnak képzeli magát, hogy pályát téveszted, és azt mondja, hadd csak tudom, nem kell ide tetanusz, nem kell ide semmi. És hány olyan ember van, aki egyébként nem megy el orvoshoz, és sokkal rosszabb dolgokat csinál magával, mert ugye hát azt gondolja, hogy majd ő meggyógyítja saját magát. Mert mindig vannak olyan korábbi tapasztalatok, amikor így bejött. Érted? És ő arra épít, arra hagyatkozik, azt teljesen mindegy, hogy utána hányszor nem jön be, ő mindig arra az egyre gondol, amikor bejött. Akkor sem mentünk el orvoshoz, és akkor emlékez, is működött. Jó volt. Megmondtam, működött. Meggyógyultál. És aztán erre alapoz éveken keresztül. Azt mindig elfelejtő, hogy mikor nyúlt mellé rettenetesen. Csak az, amikor neki bejött és működött. Te is csak a sikereidre akarsz. De tényleg. Náluk amúgy nagyon komoly családi hagyomány jön, akinek a dolognak is. Hát most legutóbb a nővérem, dr. Magdi. Hadd csak majd én tudom. Figyelj, neki egyébként amúgy neki nagyon-nagyon komoly tapasztalatai vannak, mert a több évtized óta dolgozik az egészségügybe, tehát hogy azért összeszedegetett a doktora mellett azért sok mindent, de az ő tapasztalata olyan sokrétűek, hogy az embergyógyászaton keresztül az állatgyógyászatig gyakorlatilag mindig mindezért, és neki azért vannak jó gondolatai. Most a legutóbbi történet az volt, hogy a Dozer nevű kiskutyát megműtötte egy altesti probléma kapcsán. Rántott fel két gumikesztyűt, és nézett körül óvatos mozdulatokkal a kiskutyában. Kijött? Működik! Egy újnyi csont volt keresztbe fordulva a kiskutyának a hátsó traktusában, amit a nővérem
ügyes kézzel megtalált, megkeresett, egy kis étolaj kellett hozzá, meg egy pár gumikesztyű. Illetve ki fogja a kutya fejét. Igen, igen, picit dozer egy kicsit feszült, de utána, amikor kikerült belőle a csontocska, akkor onnantól kezdve már megint felszabadultam vihátszó, egy kicsit falán kis kutya is hát mindent zabál össze. Később természetesen konzultált egy állatorvos, és az állatorvos azt mondta, hogy tökéletes beavatkozás. Tökéletes, így van. Egyszerűen zseniális volt, ügyes voltál, pöpec volt minden, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Az étolaj picit fura megoldás, de ettől függetlenül láttam már a pillanatban. Valaminek csúszik. De akkor jól sült el? Jól sült el. Tényleg minden háztartásban van egy Bocsánat, csak egy kocsinak a csomagtartójában történt mindez. Ne! Hát onnan nem tud kiugrani a kutya. Ott volt. A műtő ott volt berendezve. És milyen típusú kutya, azt tudjuk? Egy ilyen kis keverék kutya, de hatalmas. Tehát, hogy hatalmas, csak hát falánk a jószág. Mosolygott, mikor a műtő sikeres volt? Nem tudtuk eldönteni, hogy ez mosolya vagy csorgás. De fülig ért a szája, maradjunk ennyibe. De a kutyának semmi baj. A kutyának nagyon tetszett. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, hogy ki a családotokban a nagy gyógyító, az, aki tényleg jön, hozza az ő tégejét, ha egy dolog nem használ, kettőt hoz, ha hármat hoz, akkor már biztos, hogy működik, a tizedikre egészen biztos, hogy már valami elkezd hatni, fogfájás, hátfájás, és minden más olyan családi probléma, amire a nagyi, a nagybácsi, anyu vagy apu tudja a választ. Természetesen ezek nem jók általában, és nem működnek. Tehát a fogfájásra szegfűszeget, meg nem tudom, miket hallasz. Tehát ez nem, nagy, az jó. A fogfájásra szegfűszeg. Igen, összeharapod, és úgy fáj a kemény szegfűszegtől, ez a másik. És bármi történik, megmagyarázat. Tehát ha bármi a következő, azt mondja, hogy igen, mert későn vetted be, igen, mert korán vetted, igen, mert keveset, igen, mert sokat, azért hánytál, mert tisztít a szervezet, stb. Tehát, hogy mindig megmagyarázza, de azt nem vagy. Be, hogy valamit nagyon benézett. Igen, és van az a típus, aki, ahogy te is mondod, aki műt is. Igen. Tehát, aki bicskát hoz utána, ugye, és elkezdik felvágni. Meg kiköl azt vágni, gyermekem. Meg tudjuk azt oldani, hozza a bicskát, kicsit fertőtlenít, és nekiáll otthon a műtétnek. Két nagyon fontos eszköz van az ilyen, amikor mondjuk tüske már benőtt, tudod, vagy aláment egy ilyen fa darab, amikor elé teszik. Szálka? Vagy szálka, igen. A bicskát és a pálinkát. Na, igen. Akkor meneküljél, illetve ha itatnak előtte, az nem, de például nálunk a nagyapámnak az volt a szokás, hogy ő saját magának is kivágta, mert először bement a szálka, akkor azzal ő nem foglalkozott. Hát nem. Ez mi elfér, viszont mikor már gennyes volt, akkor ki, és meglocsolja pálinkával. Biztosan fertőtlenít. Hogy az működik? Igen, hogy az működik, állítólag. Régen tényleg a vietnámi balzsam volt, emlékeztek, a minden megváltó csodagyógyszer? Ami ugye vény nélkül volt, bekented a fejedet, ha fájt, ha ízületi húzódás volt, ha sebed, mindenre mindig mindenki vietnámi balzsamot tett. Ez a kis szúró szagú, ilyen nagyon, nagyon mentolos, pici nagyon piros tégely volt, a fejfájástól kezdve a migrénen keresztül, a hátfájásig, minden háztartásban volt egy normális vietnámi balzsam, és valaki, aki értett hozzá. Hogy ezt hogy kell kezelni? A leghorrorisztikusabb történet gyakorlatilag ever and ever, az egyik kedves ismerősemnek az édesapja megengedte a lábát a kályha mellett, de egy picit bealudt, mert hát ugye nem volt egy kis vér az alkoholjában, hogy szoktad mondani, és hát egy picit meggyulladt a sarka a kályha mellett, és amikor felébredt, már kijózanodva, és ezt észlelte, azt mondta, hogy erre a legjobb a vietnámi balzsam. Ezt gondolom, hogy minden szartásban van. Rákente, és az lett a vége, az egészen, hogy térből lefelé amputálni kellett a lábát. Jézus, atya úristen, nem röhögök rajta, de hogy egyszerűen nem hittem el. Nem hittem el, hogy ez megtörténhet. És ő tényleg azt gondolta, hogy arra a legjobb megoldás a vietnámi balzsam. Körülnézett otthonak is, hogyha vöröskeresztes ládikába. Volt benne. Persze, igen, hogyha sebhintőpor elfogyott, de volt benne egy kis vietnámi balzsam, azt rákentett. Nekünk is volt a családban hasonló távoli rokon, aki belelépett a százasszögbe, és azt mondta, hogy ez a tetanusz egy hülyeség. Ugyanez lett a vége. Kapott egy vérmérgezést, amputálni kellett a lábát, ő meggyógyította magát. Vizes borogatással, zseniális. Mondom, ecetes szalonna. Valószínűleg ezeket végignáltuk. Működött, én ezt meséltem meg. Igen, azt meséltem, ez működött. Szalonnát sajnálta, egyszer nem volt vietnámi balzsam. Jó, hát állatok, ez lett belőle, igen. Ez nálunk működött. Szögbe lép rozsdásszög, és akkor azt mondta anyám, hogy nem kell semmi, alul fölül egy ilyen szalonna, ecettel átáztatva, átkötözve. Azt mondja, mire a kutyák elhordják, addigra jobban lesz. De hogy ők tényleg mit gondolnak? És ez a román vendégmunkás pár évvel ezelőtt mindenhol cikkeztek róla, minden bulvárlapban benne volt, aki a családi ékszereket eltávolította, mert fájtak. Úgyhogy mi az, hogy eltávolítottak? Hát nem mennék bele most így nagyon bővebben, de hogy konkrétan. Kiürítette az acskókat. De hogy csinálta? Saját kezileg? Igen.
Azt mert hogy fáj, picit fáj, és akkor mi lenne, hogyha megszabadulnánk a fájdalom gócpontjától, ami ugye egészen konkrétan a tiki-taki volt. És levágta a herét. Hát kiürítette a jakkereket. De hogy eldobta a gojzlit. Aha. Kivette, igen. Ez pár évvel ezelőtt egy minden bulvárlap lehozta ezt. Ő így oldotta meg. Picit egyszerű volt az ember. Atya úristen. Azért ahhoz kell önuralom, aha, nem? Igen. Mondjuk csak egy vágás, de az éles. Aha. Tehát azért hát az... A zacskó ki, a, na ott a még kettő vágja. Érted. Igen, nézzük, van-e benne ajándék. Mit rejtenek a golyók? Mit rejtenek a kis tojások, van-e benne valami kis... Van-e azért ez már egy picit összetettebb beavatkozás, mint a kenyünk rá egy kis vietnámi balzsamot. A másik ilyen volt, nem tudom, emlékeztek el, az a svéd csepp volt. Volt egy korszak, az megvan. Volt egy korszak, belsőleg, külsőleg, pattanás, haj, gyomorpanasz, hátfájás. Jött az üveg, svéd csepp. Mindegy, hogy alkoholt volt benne, mindegy, hogy tönkretette a gyomrodat, ha mert túl sok gyógynövény. Mert ez nem volt. Valami ruszki szemét, érted? Ez svéd. Jött a svéd csepp. Egy ilyen alkoholos gyógynövény tinktúra, amit ugye meg kellett inni, és minden családban volt egy nagyi, aki mondta, mi bajod van kisfiam, influenzás, svéd cseppet kell. Mi bajod van? Meghúztam át a... hozom a svéd cseppet. És ebben ők egyszerűen elképesztő módon hihetetlenül hipnotizálva hittek a svéd csepp erejében. És minden háztartásban volt egy svéd csepp, ami meg nem itta valaki, aki ugye rájárt kicsit az alkoholra. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk. Jó, kigyógyít a családban. Milyen bevált fortéjai vannak? Mitől ő a család nagy gyógyítója? És hát mit alkalmaz? Azt is írjátok meg mindenféleképpen. Jó, hogy mi az, amit hoz, miben hisz, és milyen fájdalomra, milyen betegségre, mit nagyi, nagypapa, nagymama, öngyógyító anyukák, apukák, mindenre kíváncsiak. Jó, de az amatőrök ez, hogy a tejföl az égésre, azt azért hagyjuk. Ne, megedik, az tényleg működik. Joghurt, tejföl az égésre, az még egyébként működhet is. Azt szokták mondani, igen. Tehát amikor tényleg tudjátok, hogy valószínűleg abszolút nem működik, van például egy hallgatónk írja, hogy mindenre mindig kalmopirint ad mindenkinek. Amikor a tyúkjai megfáztak, kalmopirint nyomott le a tyúknak a torkán. Ezt Doresz küldte nekünk. Ha megfázom, kalmopirin, allergia, kalmopirin, izomlás, kalmopirin. Ha tyúkon megtanyagsodott, szintén kalmopirin. Egy időben azt kimondták a forgalmazásban, hogy visszajött, nem? Az a gyerekkorunk egyik ilyen vén nélkül kapott a gyógyszere. Azt nem tudom, csak tudom, hogy visszajött, igen. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. 3 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hétfő van, most még jó idő van, de holnap után. Holnap fázni fogtok, gyerekek. Jön a hideg front. És aztán elmegy a hideg front, és 30 fokot mondanak már szombat-vasárnapra. 30. Na most nekem hónap 22. Hát igen. Fázi nem fogunk, csak egy kicsit esősebb lesz. Tehát az Avanci nem tette még le a pendrive-ot? Nem az volt? Vagy ez még a régi Avanci? Régi pendrive. Régi pendrive került előre. Érdemély elismerése mellett még így bebe. Van a szerkesztőid a dalai, de hát. Igen. Azt mondja, hogy gyorsan egy közlekedés. A 185-ös kilométernél mérnek az M3-ason, Nyíregyháza felől érkező autókat. Gyula és Békés Csaba között a 4-sávoson és Csaba felé, valamint az M0-ás behalt Csepeltől a Balaton felé lépésbe lehet csak haladni. Mi pedig ugye az önjelölt gyógyítókról beszélgettünk, mert azt gondoljuk, minden családban van egy ilyen, egy amerikai párról volt szó, még az előző fél órában, akik megműtötték egymást, egy harapó fogóval kezdte el a férfi kicibálni egyébként a nő szájából a rossz fogat, a seb elfertőződött, és hát kórházba kellett menni a delikvensnek, mert nem akartak fogoroshoz menni, vagy nem volt biztosításuk, vagy drágálották a fogorosi kezelést. Nincs jobb, mint egy jó harapó fogó és egy kis pálinka. Jó, hát vagy a kaland. Vagy a kaland, igen, a kaland, ahogy tépett ki a feleséged szájából a szuvas fogat. Mutassatok nekem egy olyan tinédzsert, aki mondjuk látta a Rambó egyet, és nem gondolkodott el azon, hogyha mondjuk lenne egy olyan sérülés, akkor nem varná össze ő is ugyanúgy, mint a Stallone egy tűvel meg egy cérnával a sebet a karjá, vagy nem égetnéd ki a sebet egy izzó bovikéssel. Igen. Arra kértünk benneteket, írjátok meg nekünk, hogy ki a családban az öngyógyító, miben hisz, mivel gyógyít. A szomszéd Józsi bácsi egy igazi öngyógyító, mutató ujja felső percét vágta le, úgy döntött, hogy visszavarja. A feleség is csak akkor vette észre, amikor már a varratot szedte ki az ujjából, a dolog egyébként működött. Akkor működött. Igen. Nagymamámnak fájt a háta, 70 évesen kitalálta, a legjobb megoldás a futás. Az mindent begyógyít. Elfutott a másik utcáig vissza, ami szerintem aztán kiderült, hogy gerincsérve volt. Melkasra terített disznózsíros konyharuha megfázás ellen. Az működik. Igen, nem? Igen. Hát sokszor bugyolálta ki ember. Hát hallottam már, de
föl. Hal, Feri, gyere, tényleg, súly bele a konyharuába, Feri. Tudod, miért jó, mert reggel viszont csak egy kicsit átkened a kenyérre, és megvan a reggel. Disznózsíros konyharú a megfázás ellen? Esküszöm, hogy próbáld. De ezt a Jani is ismeri, ő is hallotta. Ismertem, de mi soha nem mertük így kipróbálni, mert én hallottam erről, hogy ez akár működik, de mindig azért tettem, hogy ez valami szivatás. Aha. Igen, igen, igen. De ez mitől működik? Kiszívja a disznózsír a megfázást. Nyilván. Vákum termelődik a konyharúba. Drága nagyiba szentelt vízre esküdött, szemgyulladás szentelt víz, amputált kisúj, mindegy, csak szentelt víz. Ő hitt benne, én meg hagytam magam, Peti küldte nekünk. Apám a disznószúró késsel faragta bátyám talpából egy tyúk szemet. Ha már vérzett, abba hagyta. Ez egy hónapig minden vasárnap ebéd után ment a disznószúró késsel, majd anyám vett egy doboz tyúk szem tapaszt, és az végre már használt. Azért az megvan, hogy apád előveszi a disznószúró kést vasárnap az ebédnél. Nagy gyere, Lacika! Lacika földobja a lábát az asztalra, és elkezdett kifaragni a tyúk szemét. Hát ezért egy disznóölőkés azért meglehetősen hegyes, meg éles, de mégsem egy szíke kategória. Tehát, hogy azért ilyen finom beavatkozások, az nem túl alkalmas. Igen. Nagyszüleim régen, ha torokgyulladásunk volt, egy kávéskanál cukorra csepegtettek petróleumot. Hihetetlen volt, de mindig működött. Borzasztó volt, örökre beégett. Itt van egy hallgatónk is, halló, jó reggelt! Sziasztok, hello, jó reggelt! Hello, ciao, hello! Szia. Na, téged hogy gyógyítanak, vagy ki gyógyít? Nekem nagymamám volt az, akinek volt egy fantasztikus gyógymódja. Egyik nyárom, még fiatalabb voltam jóval, úgy gondoltam, hogy jó ötlet kifeküdni 11-től 3-ig a napra, mert hogy én most így le fogok barnulni, és sikerült borzalmasan leégnem, de ez a kegyetlenül, úgyhogy nem tudsz voltokni utána. Nagymamám meglátott, és felkiáltotta, hogy igen, megvan a tökéletes mód, megvan minden, és azt mondta, hogy tojás. Hogy tojást kell rárakni. Tojást kell rárakni, igen. Én tejfölről tudtam, mondom, az még kicsit normálisabb lenne. Nem, ő tojás, a tojás az megnyugtat, mert amúgy is finom, meg amúgy is. És hát rám vert hármat azonnal. Úgy éreztem magam azt, mint egy kisüsti kifőzében. De nyers tojást kell rátenni, tényleg, ebbe hisz? Nyers tojást, igen, igen. Aha. Rávágott hármat, szétkenyte a hátam, és mondta, hogy hagyjam. Ez jó lesz, jó lesz. És hogy körülbelül olyan 5 percen belül egy üvegházhatás kialakult a rám égett tojás és a bőröm között. Tehát azt hiszem, hogy hőbutát kapok. És ezek után ő mondta, hogy hagyja, mert hogy ez egy tök jó dolog, de én beugrottam a kádba lemosni magamról, de igazából a sérülés már megtörtént, és én azon a nyáron igazából pikkelyekben hámlottam le. És nem is nagyon működött, nem? Nem is működött. Nem működött egyáltalán. Igen, van így tényleg a körömvirág a másik ilyen krém, amiben egy generáció konkrétan úgy élt el az életét. Bármi volt, megetted kiskanállal, külsőleg, belsőleg, köröm, olyan, mint a tajás. Köszi, hogy elmondta, ciao. Hello. Nálunk anyósom mindenre kálciumot ad. Ha vérzik a lábad, kálcium. A tüdőgyulladásod van, kálcium. Aha. Ez jó mindenre. Csak a kálcium, semmi másban nem is. Ismerősöm mindenre kanesztent használ. Legutóbb az aranyerét kezdett vele. Hát abból baj nem. Jó, ártani nem árt. Ártani nem árt, csak nem biztos, hogy meggyógyul, igen. Természetesen nagymamám tett mindent fájdalomra, minden égésre, nyílsebre ecetes vizet használt. Ha csíp, annál jobb, mert gyógyul. Aha. Ezt Tamás küldte nekünk. Nagymamám a múltkor leíratta velem a minden betegségre jó gyógyítal receptjét, 10-11 citromleve, 5 darab friss tojás héjastól, 5-6 napig érleld a keveréket, és minden nap éjgyomorra már lehet is fogyasztani. Állítólag, állítása szerint mindenre jó. Egyébként. Az exem, az elődöm, és egyben az utódom együtt kisméretű tüdődaganatot próbált a Google leírása alapján meggyógyítani. Júlia küldte nekünk. Anyám az aloaverás sprét fújja mindenre, még a tévét is azzal törli, szerinte élesebb a kép. Azért mama picit elvakult azért egy picit. Aloavera, még a tévére mindenre. Is. Igen. Nagymamám van így, ezt beszéltünk erről a kalmopirinnál, ugye? Tehát amit beolvastam, ha megfázom, kalmopirin, allergia kalmopirin, izomlázra is, igen. Nagypapám hüvelykujjára vadhús nőtt, megtörtént, saját magának a bicskáját beleakasztva akarta kipróbálni. Az utolsó új percét sikerült leszednie, mert hogy megpróbált öngyógyítani. Itt van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Hello! Ciao! Hello, Zsófi! Sziasztok! Szia! Hát velem az történt, hogy begyulladt a fülem egy kicsit, mert búvárkodni voltunk, és lementem a víz alá, és mire följöttem, belefújt a szél a fülembe. És akkor egy kicsit fájt nekem már egy hete, és anyukám egyből jött, hogy ő majd kövirózsát belenyom. Nem mondom, jó. Erre belecsöpögtette a kövirózsát, mire belenyomta az egészet. Úgyhogy ilyen kicsit túltoltam. Igen.
És akkor utána mentünk egyből a János kórházba, a nagymama meg ott lakik mellette, összetettük útközben, bementünk a kórházba szépen, és akkor elkezdte kiputolni a fülemet az orvos. De egyébként a kövi rózsacsepp, az működik fülfájásra a gyerekeknél? Hát, tehát azt szokták, csak pár csepp egyébként, ha belenyomod az egészet, az picit nekem sok. Belenyomta az egészet, aha. És utána a nagymamám ott az orvos előtt mondta, hogy hát igazából itt a meleg só kellett volna, hogy az kár volt, hogy azt kihagytuk, és akkor utána szépen hazamentünk csendben mindenki, mert az orvos felírt nekem jégzselét a fülemre, mert hogy erre a meleg nem jó. A meleg só, igen. De jó. Abszolút így szokott lenni, igen. De mondom, a kövi rózsacsepp, az, amíg kezdő fülgyulladás az gyerekeknél egyébként működik. Úgy működni, egy-két csak két hát egy-két csepp, nem egy-két deci. Belekapkan az egészet. Lehet, hogy mama pici túlzásba esett, igen. Zsófi, köszi, hogy elmondtad. Ciao, köszönjük szépen. Hello. Kérlek, szépen lefekvés előtt kell a disznózsírt fölkelni a mellkasra, fölveszel rá két pólót legalábbis, úgy alszol. A tudományos magyarázat idézőjeles volt. A zsír nem engedi a bőrfelületről párologni a vizet, figyelj, így a hörgőkből könnyebben távozik a váladék. Lehet benne valami, azért ez a népi gyógyászat ez sokszor működik. Tehát ebben nagyon sok minden van, igen. Hát a kövi rózsa is az. Igen. A páromnak, petróleum is. A petróleum az mondjuk jó cukor, igen. Páromnak nagyon fájt a hát, a papája kitalálta, feküdjön le a padlóra, ő megtapossa a hátát, biztos, hogy elmúlik minden fájdalma, kiderült tüdőgyulladása van. Arra nem jó papa lába. Még a nagypapa nagyfa, te nagyon tapossa a hátodat, hogy majd meggyógyulsz. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Júli, ezer éve nem találkoztunk. Igen, pontosan két hete. Két hete? Nem. Nem, három hete, mert egyszer voltunk turnézni. Két hét kimaradás volt. Igen, hát az igen, három hét. Igen, igen. Tegnap volt a születésnapom, csak azt sem mondtam. Nem is tudtam. Én nem nézek Facebookot, én ezekkel viszont ki vagyok zárva a közösségi életből, teljesen mindenféle Facebook oldalt. Senkitől nem jött info. Tehát senkinek a Facebook oldalt nem látom. Arra szólítottak föl, hogy jövőre hívd föl őket jó. Egy kicsit előtte. Mindjárt, jó, hogy készülhessen. Mert várjál, még régen volt egy papír, hogy kinek mikor kint van az volt, a rajta. Igen. Voltál? Igen. Azt hiszem, igen. Egyébként de már nincs kint. Rajta vagy? Nem, már nincs kint, valahogy az lekerült a fogalom. Valahogy lekerült, kim volt, hogy május, július, nem tudom, de mikor van. Ja, hát ugye ez szintén május, mert hogy tegnap volt. És az ideig kim volt a fali újságon, aztán ez valahogy levettük. Igen. És akkor... mert egyszer elfelejtettek az enyémet, és akkor kiütem a klótyorra, nem, azt mindig elfelejtjük. Igen, csak mondom, jó, hogy az enyémet ne felejtsétek el, és ne is érjen az a vár benneteket, hogy nem szólok előre. Július 18. Jó? Csak hogy ne azt mondjátok, hogy júli 18. Csak azért, nem, azért tudom, mert tegnap mondtad egy dátum persze, miatt persze. Fontos volt, aha, és na, meg is van. Igen, mondtam ezt egy... Igen, ezt a dátumot. Tehát ne ostorozzátok magatokat, ha már hetekkel előtte eszedek bűt, hogy mit a balinak, meg ja Istenem, de meglepném valamivel. Adjátok át magatokat az érzésnek, és nyugodtan. Jó? Nem kell ezt elnyomni magatok, és ilyen férfias macsót játszani, hogy úgyse veszünk egymásnak semmit. Nyugodtan, ha jön az az érzés, amit úgy hívunk szeretet, akkor ne álljatok ennek ellen. És vegyétek meg azt, amit én elejtettem. Kell mögé a szeretet? Valami ki, persze. Ha jön az érzés, én nem fogok ellenállni. Ha jön, nem jön. Hát de az, hogy elnyomjátok, ne nyomjátok el, hagyjátok, hogy ez a belsőtekben szétáradjon, amikor eszetekbe jutok már, ahogy közeledik a július, és legyen majd valami. Nem kell nagy. Július, tényleg, július kell 17-én majd dobsz rám egy SMS-t, hogy jön az érzés. Nem csak annyit úgy, hogy szeretet. Mindenképpen. Nem kell, hogy olyan dobni július 17-én, mert 10-én én már szólni fogok, hogy ne felejtsétek el 8 nap múlva. Hogy nem gondoljátok, hogy én ezt kihagyom majd, hogy ne szóljak nektek előre. Így természetesen jelezni fogom. Hogy jó, szabim vagyok. Kelet felől fog felkelni az a nap, ami majd gyakorlatilag. Amikor Bali megszületett. Így van, Istenem, de szép lesz majd. Ennyi minden. János kórházba, így van. János kórházba? Igen. Van már márvány tábla? Arra pusztulatra ellopnák. Ne. Ha hova? Ha milyen János kórház? A János kórház a budi papír nincsen meg. Meg na meg. Jó, de nem is azért. Márvány tábla, érted? Hát fertőtlenítőszert szeretnének, budi papírt szeretnének, és ellátni normálisan betegeket. Szegények. Szegények. Én valamikor, hogy nem ott voltam, ment a sürgősségim. Hát... ott már más helyeken ott már disznót nem vágnak, komolyan mondom. Hát az elképesztő gyerekek. Na mindegy, ez egy másik műsor. Ennyi. Benne. Viszont látod, ennyivel korábban születtem, mint ő, hogy mire ő megjött, már rólam kórházat is neveztek. Ennyi. Igen, tényleg. János kórház. Mit hoztál, Juli, nekünk? Na, srácok. Na. Szóval, mielőtt még belevágnék,
az állandóan háborgó hallgatóknak előjáróban csak annyit, hogy látszottal ellentétben én tényleg nem vagyok egy fehér májú pervers. Nem, hát csak hetente hozol olyan témákat éppen, igen. Egyébként meg nem hetente, kikérem magam. Nem, mert már nem engedjük. Hogy is mondjam, engem a kíváncsiság hajt, és biztos vagyok benne, hogy ezek a dolgok, amiket én néha kipróbálok, ez valószínűleg sok embert érdekel, kipróbálnák, megtapasztalnák, vagy, de nincs rá idejük, vagy alkalmuk, vagy lehetőségük, vagy bátorságuk. Én meg elmegyek, kipróbálom, és elmondom, hogy mit tapasztaltam. Úgyhogy voltam egy Shibari workshopom. Na végre, hát hiányzott nekem, hogy menj már el egy Shibari workshopra. Subarut ismerek, Shibari. A Shibari az egy japán kötözés művészet. Jézusom, Júli. Kötözöd a másikat. Jönnek az első SMS-ek. Ezért én már beütöttem, hogy Shibari, és kijött, hogy shibarihotelbooking.com. Hát azonnal foglalok is oda egyet, ahol a reggelinél megkötöznek majd, és brutális, csúnya dolgokat csinálnak. Szóval japán kötözés művészet, egyébként elég komoly kultúrtörténete van ennek a kötözés technikának, már a 14. században is alkalmazták, egy kis kultúrtörténet most következzék, akkor Hoyojutsu-nak hívták, és ez egy katonai kötözés technika. Hoyojutsu. Egy katonai kötözés technika volt, és a szamurájok fejlesztettek ki azért, hogy az ellenséget, a prédát megkötözzék úgy, hogy sem mentális, sem pedig fizikai fájdalmat, illetve sérülést ne okozzanak neki. És ezt kötéle kötözték meg, tették mozgásképtelenni az ellenséget, de úgy, hogy ez nem okozott neki fájdalmat, viszont ez egy fifikás technika volt, mert pontosan tudták, hogy hova kell úgy hurkot tenni, meg csomókat tenni, hogyha ott nagyon elkezd ficeregni az ember, akkor az kellemetlen legyen. Jézus, Júli, mondd, hogy nem mennél ilyenre, úristen. De mi a cél? Bondage. Bondage, hát ez így találod meg. Figyelj, ez nekünk európaiaknak, magyaroknak ez egy tök fura dolog, hogy mit keres ez, mert egyébként ez utána beszivárgott a hálószobákban, Japánban. Ez az európai szemmel egy perverzió, egy furcsaság. Ez Japánban nagyon népszerű, szeretik egymást megkötözni. Vannak úgynevezett love hotelek, amiket egyébként teaházakból alakítottak ki, és ide több millió pár jár el évente azért, hogy egy kicsit felfrissítsék a szexuális életüket. Ez egy nagyon jól felszerelt ilyen kis kéjbarlangok, úgyhogy... Van kötél, gond. Van kötél, van mi egyéb. Uh-huh. Ott, hogy is mondjam, a BDSM sokkal inkább ott van a köztudatban, sokkal inkább... Hogy? Jó, a japánok elég betegek. BDSM. Ez egy kategória. Ez egy, hogyha majdnem ugyanaz, mint a ütközéssel. Ennyi gyerekek. Isten hozta az új tulajdonos, nem? Hagyj kapjon is levelet. Semmi tudja meg, mi az az NMH. Jöjjön az első levél az új tulajnak is. Semmi olyat nem fogok mondani, ami... Mr. America. Most kihúznánk szerintem a gyufát. Tulaj elkezdte ráncolni a szemöldökét. Mégse lesz ebből novemberben semmi. Igen? Szóval a lényeg az, hogy ott vannak ugye ilyen klubok, és vannak shibari színházak, ahol nagy show előadás közepette. Igen, hát ott ez egy művészeti ág tulajdonképpen, igen, egyébként Japánban, így van. Így ugye van. A shibari, az, tehát hogy ott tulajdonképpen a hangsúly az esztétikán van, hogy egy nőt úgy húsba kötni, hogy az szép legyen, az gyönyörű legyen, gyönyörű geometrikus formákat hoznak létre, kötéllel. Hát ugyanúgy, mint a manga például, ami hozzátartozik az ő kultúrájukhoz, ugyanúgy, igen, hát ez a shibari is egyfajta művészeti ág. Szépen kötöz meg. Igen, hogy tudod szépen megkötözni, és a csomózási technikákat nézik, milyen bonyolult a csomó. Felajza az a látvány, hogy ott van egy nő, egy szép női test, amit ellenpontoz egy kötélnek a ridegsége, és egyébként gyönyörű szép. És nem kalimpál, és nem dobálgatja magát, tagját, így van. És fixen, menekül. És ott van, így van, és ott marad, ahova teszed. Szóval ezek óriási show műsorok, és ilyen gyönyörű szép mintákat, illetve formákat kötöznek rá a lányokra. Egyébként ennek a házi formája, vagy a otthoni használatra kialakított formája, amikor a férfi a nőt megkötöz, és nyilván nem a magyar változat, amikor csinál. Fogsz egy 8-as damint, azt oda kötöd. Kötöd a fűtőtesthez, Józsi. Szóval azt úgy hívják, hogy kimbaku. Kimbaku? Kimbaku, igen. Ez az otthoni változat. Az otthoni változat, igen. De a shibari az kétségtelen egy ilyen show műfaj. És a Pirner Alma csinált ilyen. Na, hát ki más. Shibari tanfolyamot? Hát shibari... ilyen workshopot, igen. Megcsinált a magyar változatot, a gompakut, ami gumipókkal kötözött. Igen. Egy
Lada tetőcsomag tartójára. Igen. És én az Almánál már ugye voltam, ő nagyon jó dolgokat tanított nekem, úgyhogy gondoltam, hogy ezt is érdemes lenne kipróbálni. Azért, hogy aztán hazamenj, és otthon majd a gyerekeket megkötöd, és fél el tudjál menni. Igen. A egymást a boilerhez kikötve kipróbáljátok, hogy milyen a sivaj. Nem feltétlenül, tehát nyilván nem gondoltam én ezt a dolgot tovább. Arra voltam kíváncsi, hogy mit akar ez a módszer, ez a technika, aztán hát gondoltam, hogyha valami lesz, olyasmit látok, akkor azt nyilván majd átültetjük. És nagyon meglepődő, mert tekesekkel találkoztál, akik szinte használják ezeket a kötözési technikát. E-mailben kommunikáltunk ugye megint az Annával, kérdeztem, mit hozzak, mondta, hogy hát szerinte hozzak magammal egy magas sarkú cipőt, mert abban mindenki nőiesebbnek érzi magát. Hát jó, mondom, oké. Elmentem, kinyitotta az Alma az ajtót egy ilyen talpig latexben. Lakásban? Tehát, igen, neki van egy... Egy barlangja, egy műhelye. Hát egy műhelye, igen, tulajdonképpen, ahol mindenféle ilyen programokat tartanak. És én azt hittem, hogy kettesben leszünk, vagy legfeljebb hármasban, és mondta, hogy fáradjak be egy szobába, és úgy képzeljétek el, hogy már ott ül 10 ember. Megkötözve? Nem, teljesen. Ők korábban jöttek, vitte. Igen, mesztelenül megkötözve. Igen. Nem, 10 fiatal voltak köztük, fiúk, lányok, párok. Egy körülbelül akkora helyiségben, mint ez a stúdió, úgyhogy ültünk kicsit feszengve, aztán megjelent ugye Alma, besétált ebben a latex ruhában, mi ott ültünk tudod, civilbe, farmer, nadrágba, pólóba. Na jó, de miben jött valami a fityulába, meg kismama cipőbe? Nem. Neki ez a munkaruhája. Pontosan. És azonnal oldotta a hangulatot, megkért mindenkit, hogy mutatkozzon be, és hogy mindenki mondja el, hogy ki miért jött, és ki miért szeretné ezt megtanulni, és tök érdekes volt, hogy senki nem volt zavarban, mindenki elmondta, hogy érdekli a fétis világa, szeretné, hogyha megtanulná. Rohadtom van a morning show-ban, és egyre nehezebben találok témát. Sibari. Ugye ez szó sibari, igen? És nagyon mindenki abszolút nyitott volt, és őszinte, mondom, ez a két szerelmes párocska, akik mondták, hogy őket ezt már régóta érdekli, és szívesen kipróbálnak. Hát jól van. És akkor az Alma elkezdte elmondani, hogy hogyan vannak az alatt technikák, hogyan kell a két kezet összekötni, hogyan kell ezeket a csomókat létrehozni, hogyan kell hátra kötözni, úgyhogy ez ne fájjon. Én voltam a szemléltető eszköz, és kibaszáltam. Téged hogy hívtak ki szemléltetni? Igen. Igen, és akkor kettes párokba fejlődtünk, és mindenki kötözgette a másikat. És hát mondjuk a két óra végére megtanultuk az alapokat, hogy hogyan kell a legegyszerűbb ilyen csomókat létrehozni, meg hogyan lehet lekötözni valakit úgy, hogy nem feltétlenül csúszson ki belőle a keze. Én megtanultam, amit meg lehetett tanulni, és hát hova megy ezek után a maga a jó asszony lány, haza. A jó asszony, nem. Hát az obiba. Ne! Mária! Úristen! Nekem nincsen otthon. Hat méteres pani fel, kérek szépen! Sajnos gumipók nincsen. Hát nekem nincsen otthon kötelem, a halma pedig mondta. Felújításhoz nőtrágya. Elmentél az obiba bevásárolni. Nagyon jó. Honnan szerzel ilyen kötelet? Nem is tudom, milyen kötél kell ez. Hát azt mondta az Alma, hogy 6-8 mm vastag, de lehetőség szerint ne legyen kender, mert hogy az kidörzsöli a bőrt, hanem műszálas, vagy inkább pamut kötelet szerezzek. Először fölmentem az emeletre, ott kábeleket találtam, akkor visszamentem a földszintre, ott kóvályogtam egy darabig, akkor megtaláltam azt a falat, ami tele volt kötelekkel. Volt ott lánc is, volt ott minden kicsi, vékony, vastag. Egy kicsit majdnem elcsábultál. Igaz, hogy a szanitereknél voltál, és budiláncok voltak, de mindegy, azt kötözni jó. De mondtad, hogy ez tökéletes lesz, igen. Gondolkodtam rajta, hogy mi lesz, hogyha odalép mellém egy férfi, vagy egy elárusító, hogy mit fogok neki mondani. Azt gondoltam, hogy az lesz majd az alibisztor, hogy a gyerekek indiánosat akarnak játszani. Igen. Erre ő azt mondta volna, Pirnera, Sibari, Tizedi, Balhácsosor, négyes. Lapszabászat mellett. Igen, lapszabászat mellett a Sibari kellékek. Igen. És aztán vettem 6 méter kötelet, de mi ez a hajó kötelet. Ilyen vitorlás kötelet. Igen, mert az pont annyira vastag volt, meg pont annyira jó volt. Igen, nem csak nekünk a földszinten nincsen olyan, amiről ilyenkor mindig csillog a szeme, a Pirner Alma neve számára. Tudja, hogy valami új lesz. Igen. Valami új lesz. Igen. Számára garancia arra, hogy valami új dolog és valami jó dolog fog ebből kisülni. Nekünk a földszinten nincsen semmi olyan dolog, amihez ki lehet
oda lehet kötözni bárkit. Vagy hát legalábbis a kanapé közelében. Várj, ez hogy néz ki, hogy drám, alszanak már a gyerekek? Igen, hozhatod a köteleket a gardróból. Rendben, kicsi bozom, hiszen már elaludtak, biztos? Biztos? Akkor hozd a kötelet. Gyere a karancstűzhelyhez, mert hogy miért? Letettétek a gyerekeket, és induljon a sibari at home. Tehát, nem, elküldtük a nagyszülőkhöz. Elküldtétek a nagyszülőt, gondoltátok, hát hosszú este lesz, ha valaki beszorul, akkor azért ne kelljen. Hajnalban ne találja meg a gyerek a radiátorhoz láncolva. Igen? De a tetőtérben van nekünk egy oszlop, ami tartja az egész tetőt. Nyilván, és hát gondoltam, hogy akkor az jó. Jó lesz. Átöleltem mire az oszlopot, mint Döbrögi. Igen. Mögé álltál, és fogtál a kis lunadat, és eljátszottad a talján építőmester. Oda toltam az ágyunkat, a matracunkat. És az oszlophoz neki toltad az ágyat. Aha. Igen, hát ne, tehát, hogy legyen valami, ahol persze, persze. Meg ne legyen kényelmetlen, ugye, mert a lényeg ennek az egész történetnek az, hogy az ember ne zsibbadjon el tőle, meg ne legyen fájdalom, meg ne legyen ez egy kellemetlen. De a cél az volt, hogy te amir ott, tehát hogy kikötöd? Igen, kikötöd? Ő, ne, hát ő nem tudja. Hát nem akartam őt megtanítani arra, hogy persze. Így kellene engem kikötözni. Aztán utána jöttem rá, hogy sötétben ez annyira nem poén, mert hogy ezt látni kell ahhoz, hogy rendesen rá tudjam kötözni. Úgyhogy elkezdtem ott mahinálni vele. Nem, mit csinált? Megadóan feküdt a hátratett kézzel, és várta, hogy kikösd egy oszlophoz. Egy adott ponton mondtam neki, hogy... Kész vagyok, de itt vagyok tőled két lépben. Kiköpöztél meg. Kicsim, kapcsolt fel a lámpát. Igen, adott, drága. Én mindig szabadon mockom. Igen? Egy adott ponton mondtam neki, hogy akkor most tedd össze a kezed. Hátul a feje fölött? Nem, hát így. Ja, hogy tehát csak, hogy értsük a hallgatot, tehát maga előtt, mint amikor megbilincselsz valakit. És akkor elkezdtem ezt így rácsavarni. De hát annyira zavarban voltam, meg hát annyira nagyon oda akartam kötni az oszlophoz, hogy hát így kötöttem, ahogy bírtam. Igazából szerintem, ha körbe mozogozom... Tehát semmiféle sibari technika nem volt benne. De volt benne azért, tehát az alapkötés az megvolt, de aztán jól oda kötöttem őt az oszlophoz. És megkorbácsolta. És azóta is ott áll. És hát az egész tetszett neki egyébként, jó pofa móka volt. Csak az egész végén, amikor gondoltam, hogy eloldozom, akkor a Miro fogta, és így kihúzta a kezét az egész cuszból. Tehát kitelt, hogy tökre nem volt. Micsoda haladó sibari technika. Eljátszott, nagyon jó, drágám, nagyon elég, és kihúzta a kezét. És közben mi történik? Tehát oda van kötözve, közben megtörténik, aminek meg kell történnie, kikötözött kézzel. Innentől kezdve tulajdonképpen nálad az irányítás, tehát tulajdonképpen azt csinálhatsz, amit akarsz. Úgyhogy lementél a földszintre, és kiöntötted az összes piáját. Igen. Utána fogtál egy domestosos vödöt, és fütyűrészre elkezdtél kitakarítani. Igen. Tehát, hogy ebben megvan az izgalom, hogy te irányítasz, azt teszel vele, amit akarsz. Nyilván semmi olyat nem fogok csinálni vele, ami neki ne lenne jó vagy kellemes, de hogy tulajdonképpen van. Hozol egy szögbelövőt, és kétszer farkofán lövő. Igen. Ezt nézd meg kicsit. Az új szögbelövő, az Obiból. Most kapaszkodj. És nem tud védekezni. Hogy is mondjam, tehát, hogy az izgalom, az a fajta érdekesség volt ebben az egész történetben, hogy abszolút az én kezemben volt az irányítás. Tehát csak az történt meg, amit én akartam. Ő pedig, hogy is mondjam, elszenvedője volt az eseményeknek. De ettől valahogy igen, érdekessé, meg izgalmassá vált az egész dolog. De hát, mint utólag kiderült, tök kamu volt az egész, mert hogy egyébként bármikor ki tudta volna húzni. Hát vagy a sötétben rosszul csináltad meg, valószínű, nem? Tehát, rosszul csináltam meg. Igen. Annyira rosszul csináltam meg, hogy ki tudta húzni utána a kezét, tehát nem kellett eloldoznom. Viszont a kötelet annyira oda kötöttem egyébként az oszlophoz, hogy utána kisolóval kellett levágni. Hogyha nem tudta volna kihúzni a kezét, akkor kénytelenek voltunk ott ólozni, mint ahogy aztán utána le is kellett vágjam. De működik a dolog, izgi egyébként, jó? Egyébként izgi. Igen? Tök izgi. Nem tudom egyébként, hogy ez Japánban hogy működik. Ez egy érdekes performance lehet. Igen, vannak ilyen színházak, ahol ott fellépi egy ilyen szensei, aki megkötözi a nőt, és akkor a közönség ül, és ezt így nézi, és azt mondják, hogy ez egyébként fú, mekkora extázis, és hogy mekkora látványosság. Ja, fú, de megkötözte, vagy mit mondanak a végén? Hogy fú, de szép lett. Igen, fú, de szép lett, igen. Mert hogy egy ilyen nagyon szép mintát tudnak egyébként ezekkel a kötelekkel kivalítani. Na megvan Balázsnak a következő színházi előadás. Féljetek, az őrültnök kettőcse és király volt, de hogy nem fogjátok elmarni. Az Óza csodák csodája sem volt rossz. Óza csodák csodája sem volt rossz, meg komolyan mondom, de a centrában ez a sibari művész, figyelj, hát ez olyat kötözött rajtam, de ki volt az alany bács? Kihívtak a színpadra, ott valami csávó megkötözött, nagyon jó volt. És hozták kötelet? Aha, figyelj ide. Aha. Most Hújúj. Ez az alap.
De egyébként nagyon gyorsan Juli befűzött egy olyan csomót, hogy... Nem, de ez például nem. A hátadra kell. Aha. Miért az én hátamra? Mit akarsz az én hátamra? Kössük össze a Zsüller a Ferit. De ne oda tegyük már! Egy napra. És tegyük ki őket a Clark Ádám téren. Egyébként nagyon ügyesen mozog a Juli. Juli csinált egy ilyen pillangó formájú kis kétbebújós hátizsákszerű kötést, amit megkötözöl úgy, hogy bele tudsz bújni. Itt a hátam közepén ez itt van a csomó, hogyha nem akadtam bele. Aha, aha. Gyorsan csinálsz még egy csomót, igen. És akkor ezt elkezded ráhurkolni. Aha, és itt megfoglak, és kiviszlek. Így állok, és itt végig van csomozva a hátam. De most, hogy mondja, van ebbe valami? Ha, olyan mondom. Én már látom asszonykám hátam, gumipókot feszül. Végén már nem mennék haza. Veszek színméter gumipókot. Van 6 méter kötelünk, ha gondolom. Jó, ebbe valami. Villanyászok szikszalaggal is próbálkozhatnak. Jó. Ott egyébként érdekes volt, mert ezen a workshopon egy csomóan részt vettek, akik már voltak, mert hogy az Alma csinált ilyeneket, hogy fétis egy, fétis kezdő. Haladó. Bondage haladó, bondage kezdő, sibri. Munkai központ 60%-et visszatéríti. Hogy egyébként engem meglepett, hogy milyen sokan voltak itt. Tehát én azt gondoltam, hogy erre így nem nagyon lesz közönség vagy érdeklődés, és ahhoz képest meg majdnem, hogy alig tudtunk leülni. Tehát szerintem az embereket ez érdekli. Abszolút, persze, meg hát tök, hogy beszélsz erről. Igen. Meg így reklámoztam, gondolom, az Alma. Juli is ott lesz. Igen, akkor megyünk. Akkor végig személyesen is megismerhet. Te már bemondod a telefonba, hogy nem az Alma nem ismer téged, hogy valamit ki akarsz próbálni, már így vágják, hogy mész valahova? És hát újabban már nem. Már nem a saját nevedet mondod. Mint Mátyás király árvá. Igen, mert hogy már egy nagyon már futottam bele olyan, hogy azt mondták, hogy nem szeretnék. Te kemény. Tehát, hogy nem szeretnék, hogy utána adásba te elmondd az élményeidet. Ezért most átszerzed meg. Jó napot kívánok, Ponyicki Anna. Szeretnék elmenni. Igen. Na jó, van, Júlia, én szeretem, hogy ilyeneket kipróbálsz. Jó ez egyébként. Jó, drágáim. Na, igen. Puszilunk, köszönjük szépen. Legalább legálisan értem, megvan a fedősztorit, hogy miért is mészelte ezek. A morning show, rovat, meg kell tölteni tartalommal. Gondoljátok, hogy én egyébként családanyaként, két gyerekes, hogy hol érdekel nekem? Otthon meg a Miro 3 napja kikötözve egy oszlophoz, mert nem tudjátok levágni az oszlopról. Ez az a kötél, amivel... Nem. Kösz. Aha. Csak egyszerűbb, az másfajta kötél. Hajó kötél, mi? Tudjuk már, hogy mi a fedősztoria, vagy miért ez a hajózása volna jön be a Fanándornak valójában. Igen. Az új tulajdonos most kezdett levelet írni. Kedves Lajos, nem vennéd vissza a Klassz Femet? Ezt meghallgatta a szinkrontolmács fordít neki, ráncolja a szemüldöki. Ajajajajaj. Subject bondage. Majd amikor megy a levél, ugye? Majd amikor megy a levél. Na jó, van, puszi, köszi. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Felmelegítünk egy olyan ügyet, amivel kapcsolatban mi sem tudjuk, hogy mi van, de folyamatosan zajlik. Ugye Galambos Lajos volt már a mi vendégünk, és ígértük neki, hogy valamikor megcsörgetjük majd, ugyanis az ő ügye szerintem baromi érdekes, titokzatos, tele vagyunk még mindig homályos részletekkel, és még mindig alapjában néhány emberen kívül azt hiszem, hogy senki nem tudja, hogy mi történt valójában, és mi történik valójában. Ugye azt tudjuk, hogy 130 napot, 133 napot töltött, remélem jól mondom, itt pár nap is ugye nagyon sokat számít. Nem lenne mindegy. Ha, igen, 130 valahány napot töltött előzetes letartóztatásban. Lajos kijött, azóta baromi nagy a csend, aztán megjelent egyszer csak állítólagosan egy titokzatos arab herceg, aki megvenni ugye Lajcsi birtokát. Egy hercegi család sarja. Egy hercegi család sarja, és írta egy bulvár újság, és akkor innentől kezdve, hogy hát ezért ezt fenntartásokkal kell kezelni, és ez a bulvár újságíró már el is mondta, hogy tudja, hogy hova költözik Lajcsi és az ő családja, és hát utána Lajcsival ugye szív problémák voltak, miközben Lajcsi egy csomó mindenre ugye ráébredt. És hát ígérte nekünk, Lajos, egyrészt, hogy rácsöröghetünk majd pár hónappal később, amikor itt volt nálunk ment, hogy mi a helyzet. Kettő, hogy ő majd azért felfedi az ügy piszkosabb részleteit, és elmondja, hogy kik akarták börtönbe juttatni, kik juttatták be. Ebből egyébként már néhány részlet megjelent az ő könyvében, hogy a Dáridó kapcsán, ugye ott valamiféle jogvitának köszönhetően megfenyegették őt, és egy ellensége juttat a börtönbe. Volt egy bulvárlap, aki cikkeket közölt az ő frissen megjelent börtön élményekről szóló könyvéből. De minden esetre az ügy még mindig nagyon homályos, és engem tényleg baromira érdekel, hogy tölt úgy valakiben 130 valahány napot a börtönben, hogy nem hallom, hogy lenne vádemelés,
nem hallott, nem hogy találtak. Az ügy folytatódna, nem hallott, hogy találtak-e volna valamit, azon túl, hogy ki van kapcsolva a gáz Lajcsi birtokán. Ezt hallottuk. Igen. Tehát ezért nem biztos, hogy valaki 130 napot bent kell, hogy üljön. Igen. Hát szóval az ügy nagyon furcsa. Igen, úgy folytatódott, hogy volt ugye még vizsgálat. Volt egy olyan esemény, amikor valami műtárgyat kerestek, amit aztán a kiderült, tóban. Hogy a tóba is megtalálták. Római kori emlékeket. Igen, x kilométerrel arrébb találták meg. Akvinkumban. Tehát, hogy most már szerintem a környéken bármi történik, a Lajcsit veszik elő. Most már ez van. Picit érted? Ilyen. Még, ugye? Hogy még akkor is, hogyha neked szerint tényleg semmi köze nem volt ez a dologhoz, akkor is gyerekek, nézzük már meg a galambos, biztos vaj van a füle mögött, és nem volt megint. Igen. Kilent a gázzal elolvasom. Miért? Igen. Hát, mert szó volt egy titokzatos zsarolóról, igen. aki ugye meg akarta igen. zsarolni Lajcsit, hogy fizessen neki 5 milliót, és akkor nem van rá, aztán Lajcsi úgy döntött, hogy nem fizet, tehát az ügy nagyon szövevényes minden esetre. Ugye mi pedig kíváncsiak vagyunk, hogy tulajdonképpen hol tart az ügy, és van-e bármiféle következménye annak, hogy ugye Lajos ben volt, keresi-e bárki, van-e vádellemele, és egyáltalán hol tart az ügy. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy felhívjuk Galambos Lajost, és pár hónappal a vendégeskedése után, amikor ugye itt volt nálunk, újra megkérdezzük, hogy hogy áll az ő ügye, mi az, amit elmondhat nekünk, egyáltalán igaz-e, hogy ő neki most arab sejk vette meg a birtokát, nem tudom honnan szedik egyébként, igaz-e, hogy elköltöztek, hogy eladták, és egyáltalán mi van az ügyel. Megkérdezünk mindent. Honnan ez a kapcsolat? Úgyhogy felment az arabsejk sarja az ingatlan.com-ra, és akkor így kiszúrta. Hát miért megbízott valakit? Hát, ha igaz a történet, igen. Arab vagy arabos. Na, mindjárt megkérdezünk mindent, mert hogy itt van velünk Galambos Lajos. Jó reggelt kívánunk! Hello, Lajcsi! Hello! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! Na, én már nem tudom, hogy... Üdvözlünk mi is, hello Lajcsi. Nem tudom, hogy mit higgyünk, mit nem. Voltak szív problémáid, ezt lehetett olvasni a Bulvár újságban, de hát mi már azért ezeket erős fenntartásokkal kezeljük. Hogy vagy most? Hallottam mindent a felvezetésben. Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Szív problémáim voltak valóban, nem voltam a kórházban egy vizsgálaton, és azt gondolom, egy picit jobban megijedtem, de azt kell mondjam, hogy az eddigi életemben az 50 év alatt még soha nem voltam szívvizsgálaton, tehát érthető volt az, hogy egy picit túlreagáltam, véleményem szerint. És azért egy kórházban, amikor látod azt, pont ez a kórház volt az ügyeletes, a Városmajori Kórház, ahol egyébként minden tiszteletem az ott dolgozókért, annyi rosszat hallani az egészségügyről, én csak jót tudok mondani. Tehát azért ott a kórházban egy picit megijed az ember, amikor nagyon súlyos betegeket hoznak, visznek a folyosón. De nem komoly akkor a dolog, tehát kint vagy jól? Nem vagy? Komoly a dolog, nem komoly a dolog, ennek ellenére az a fajta valószínű stressz hatására egy állandó nyomást éreztem a mellkasomon, és azt hittem, hogy ez mondjuk egy szívinfarktusnak a kezdete, vagy esetleg egy lábon kihordott infarktus, hallottam ilyet, és tudod, minél jobban foglalkoztam vele. Mi boldog azt, hogy pusztán élünk, innen a mentő Tatabányára mondjuk egy 15-20 perc, onnan esetleg a szívklinikára még egy 40-30 perc, tehát nagyon tartottam. Volt egy szorongás bennem, hogy mi van, akkor történik velem valami. Hát persze, meg hát az embernek van egy mellkasi nyomása, azért az ijesztő is, így tud van, lenni. Így van, ennek kapcsán aztán egyik szombaton rosszabb lett a helyzet, és akkor kvázi sürgősséggel bementem egy tervezett időpontra, de az idő a tervezett vizsgálatra, csak az időpont nem volt tervezve, hogy így fogalmazzak. Jól van, de a lényeg akkor, hogy jól vagy. Na, okay. Jól vagyok, tehát jól érzem magam, nagyon jól érzem magam, boldog vagyok, 35-40 kilóval vagyok, kevesebb, mint kvázi dáridós fénykoromban. Na, hát legalább ennyi, ha már lehet mondani, nem, hogy ennyi. Igen. Ennyi jó is történt ebből, hogy legalább. Nagyon-nagyon jó érzéssel tölt el. Sok mindent hallottam a felvezetésbe, hadd válaszoljak kérdésenként, soronként a dolgokra. Jó, hadd kérdezek én, és akkor megyünk szépen sorba, mert ugye hát nagyon sok a homá, és nagyon szeretnénk mi is tudni, hogy mi történik, meg szerintem rengetegen egyébként, tényleg sok a furcsaság. A legfrissebb most veled kapcsolatban, hogy arab hercegi Sari vette meg állítólagos a Lajcsi birtokát, komoly vevő akadt, írja egy bulvárlap, ugye, és hát állítólag te ezt már el is alattad, összecsomagoltál és költözöl. Mi igaz ebből? Így nem igaz. Ez így nem igaz. Érdeklődő van, hogy arab hercegi, tehát én azt gondolom, hogy egy nemesi, egy jobb módú, az összeg miatt gondolom ezt, de érdeklődő van rá. Egy Ausztrián keresztül kaptunk egy megkeresést, tehát válaszolva egyik kollégádnak nem az ingatlan.com-on olvasták a hirdetést. Igen, Dubájból fölmentek az ingatlan.com, az emír felmentek.
kicsit azért ezzel az ingatlannal azért úgy az a véleményem, hogy a Párizsit eladják, a téli szalámit meg megveszik. Tehát ezt az ingatlan valamikor valaki meg fogja venni. Ez egy ingatlan együttes, óriási érték, közel 1,5 millió négyzetméter, egy óriási vízibirtokkal. Miért kell eladnod? Tehát most a vizsgálat nem zárult le, te ott vagy, ott vagytok, akár nem minden mehetne ugyanúgy tovább. Erre vonatkozik a kérdés, hogy miért döntöttetek úgy mégis, hogy értékesítitek? Hát az volt a mindenetek, erről nagyon sokat beszéltél. Igen, nem kell eladnom, de az eltelt 125 nap nagyon sok minden ráébresztett, többek között arra is, hogy kevesebb is elég, és igazándiból más az elképzelésem, vélhetően a gyerekeim főiskolára Angliába fognak járni, egy más életet tervezek én is, úgy a fellépéseimmel, úgy a szerepléseimmel, tehát egy más, szeretném jobban élvezni az életet. Te is el akarsz költözni az országból, vagy csak a gyerekek? Mert ugye volt egy mexikói utazás, ott már mindenki találgatott, hogy te vissza se jössz. Én Mexikóba elmentem nyaralni a gyerekekkel, egyébként ez egy álmunk volt, hogy egyszer elmegyünk. Azt a nagy álmunkat, hogy egy ilyen vadvízi túrára elmegyünk, azt nem teljesítettük. Éppen ezért majd még vissza kell mennünk. Na, csak kérdés, hogy mi érdekes, hogy mi volt belőle, hogy elmentetek 3 hétre Mexikóba, igen, és Lajcsa elmenekült, elment, nem jön vissza, kiköltözött, hát ott is minden lehetett hallani. Eszembe nem jutna Mexikóba, Dél-Amerikába menni lakni, semmi nem indokolja, legkevésbé a büntetőeljárás. Tehát ami ellenem folyik. Ez a büntetőeljárás azért tart. Én azt gondolom, hogy a színfalak mögött megy a szervezkedés, és megy a tologatás. Nagyon rosszul esett az, hogy megtalálták, annak örültem, hogy megtalálták a 2000 éves sírköveket és óriási értékű műkincseket, de az rosszul esett, hogy egy telefon nem kaptam, hogy hát elnézést kérünk, hogy 30 rendőrrel kivonultunk, megfélemlítettük a családot, a gyerekeket, mert akkor én előzetesben voltam, tehát nem tudtam gazdája lenni az ügynek, mert nyilván, ha a gyerekeknek csak annyit mondom, gyerekek nyugi, tehát más, amikor a apuka nincs itt, ugye egy 7 négyzetméteres cellába, itt a feleségem a kiborulás szélén, hát azért ez nem egy kis történet volt, és még búvárok is jöttek. Hát ezt olvastuk, olyan, persze, elképesztő hadjárat volt, igen. Ez egy olyan hadjárat volt, és tudod, megtalálják bábolnán, elásva, egy darus kocsival kellett az egészet szállítani, és annyit nem mondanak a komáromi kapitányság, aki itt járt, hogy hát ne haragudj, ennyi vagy. Nyilván próbálunk majd lépéseket, jogi lépéseket tenni ezek a de én azt gondolom, hogy egy demokráciában ez elvárható, hogy ha valaki nyilván keresnek valamit, akkor megnézik, ez ellen nincs kifogásom, a létszám ellen és a forma ellen már lenne, és aztán utána azért annyit lehet mondani egy fejlett demokráciában, hogy köszönjük szépen, elnézést kérünk, ez volt a dolgunk, de nem. Ugye amikor itt voltál, akkor abszolút igazad van, akkor mondtad, hogy te előbb-utóbb felfeded majd az egész történetet, és elmondod, hogy kik állnak az ügy hátterében. Te tudod már, vagy elmondhatod, hogy ki ellen, mi ellen folyik, miért csinálják ezt veled, mi a sejtésed az ügyel kapcsolatban? Miért voltál te börtönben 133 napot, vagy 135 napot? Azt nem tudom, hogy miért voltam. És hogy ki miatt? Arra van elképzelésem. A könyv kapcsán nagyon érdekes, arra gondoltam, hogy ha a problémát okozok, kvázi kellemetlenséget magamnak, az a BV-vel kapcsolatos, a fogvatartottak jogaival kapcsolatos tények lesznek, de nem, hanem a Dáridóval kapcsolatos médiába lévő kollégák, nem is kollégák, producerek, nagyhatalmú urak, inkább így mondom, akár televízió tulajdonosokat is mondhatok, tehát ők, akik engem nagyon, hogy jó indulatba burkolt fenyegetéseivel és fenyegetésekkel bombáztak. Te most azt mondod, hogy jelenlegi tévé tulajdonosok érik el, vagy érték el azt, hogy te börtönbe kerüljél? Mert ez így elég konkrét. Igen. Én azt mondom, volt tudomásuk róla, az egyik TV csatornának a tulajdonosa tőlem kért egy találkozót azon a csütörtökön, amikor azt követő kedden letartóztattak, és annyit mondott, hogy jobb lenne, ha a mi együttműködésünkre koncentrálnál, mert majd meglátod, milyen nagy bajod lesz, de nem mondok más, csak annyit, hogy még akár el is vihetnek.
Sőt, aztán ezt ki is mondta, hogy el is fognak vinni, és ami a legérdekesebb, azt is mondta, hogy a feleségemet is. És azt mondtam neki, te hülye vagy. Ez a Monparkban volt az a beszélgetés, és ezt követően kedden elvittek. Tehát ezért gondolok arra, hogy emögött csak olyan tehát én azt gondolom, hogy ő ennek az információnak a birtokába volt. És a vita azt tudjuk, hogy mind ment? Tehát, hogy mondjál le valamiről, vagy adjál oda valamit? Igen. Én azt olvastam a könyvedből egy idézet, hogy a Dáridó jogai kapcsán te ad oda a Dáridó jogait, ha nem mondasz le, akkor ez is ez történik veled, mert ugye egy nagyon sikerű, népszerű műsor volt. Erről szól a dolog, hogy oda kellett volna adni valakinek a Dáridót? Nem, ezt a nevet le akarta védeni. Ez a jó akaró, idézőjelbe téve természetesen a jó akaró, ezt le akarta védeni egy magát a műsorbrendet, és hát azt szerette volna, hogyha ez le legyen védve. Aha, tehát, hogy ez a Sláger TV-vel kapcsolatos, ez az ügy most a Sláger TV-vel kapcsolatos, tehát azért nevezem meg, mert nekem nincs mitől tartani. Nagyon örülök, hogy most már a híradások nem elsősorban az én bűnügyemről és a velem kapcsolatos bűnügyről szólnak, hanem arról például, hogy az ingatlant eladom, lesz egy kezdeményezésem, egy ilyen súlyvesztési verseny, egy fogyi verseny. Jó, kivárjál, mert még ebben nem menjünk bele egy kicsit, mert azért engem ezek érdekel, amit de válaszolni fogok minden kérdésre. Azt akartam csak mondani, bocsássadat. Oké. Te azt mondod, bocsánat, hogy szabadba vágok, de hogy akkor te azt mondod, hogy ez a TV tulajdonos, ez tulajdonképpen megfenyegetett téged? Igen, az együttműködést te ajánlotta, és én ezt az együttműködést nem fogadtam. Ez egy nagy televízió. Tudjátok, ki a korábban Muzsika TV, korábban Nóta TV, most Sláger TV-ről beszélünk, és Radu Morárról. Tehát ő egy román fiú, román férfi, aki közölte velem ezeket a bizalmas információkat. Ezzel kapcsolatban érthetetlen számomra, hogy az én letartóztatásomat, ami egyébként egy titkos nyomozás alapján, titkos lehallgatások alapján történt, hogy egy miért kellett engem hallgatni, azt sem értem, de hogy ki ásott nekem egy ilyen vermet, és ki tudta elrendeltetni azt, hogy az én telefonomat hallgassák, milyen indokkal. Nem beszélhetek róla, tudom, hogy milyen indokkal, mert a lehallgatási jegyzőkönyvben benne van. De oda az van írva, hogy ez államtitok. De nem tudom meddig, ami velem kapcsolatos, miért államtitok. Az, hogy engem megkerestek, csütörtökön kaptam egy üzenetet, hogy ő számomra fontos ügyben mindenképp találkozzak, de nem ő hívott föl. És ezt követően találkoztam a Monparkba, elmondta ezt a hülyeséget, én megmondtam neki, te tudod mit, beszéljünk inkább a csajokról. Ma körülbelül ennyire vettem. És utána három nap múlva, vagy négy nap múlva pedig valójában és elvittek. Engem négy nap múlva elvittek, és azt mondtam, hogy ilyen nincs. Tehát ennek az információnak tökéletesen és pontosan a birtokába volt, és ami ugye a feleségem már nem terhelt az ügyben, tehát az ő terheltsége már nem szerepel, de ő megemlítette a feleségemet is. Tehát nem blöffölt, nem az volt, hogy figyelj oda, meg majd ilyen, meg olyan bajod lesz. Hanem tudott valamit valójában. Hanem tudott valamit, így van. És én véleményem szerint csak az van információ birtokában, aki esetleg kezdeményezett. Te beszéltél azóta, mióta kijöttél ezen emberekkel, vagy fölhívtad őket, hogy miért történhetett, vagy hogy mit tudott például az előbb említett úri emberrel, hogy honnan tudtad, vagy kiállhat a dolog mögött, vagy miért vihettek engem be, nem senkivel? Nem, mert ezt nyilván kellőképpen a nyomozóügyészségnek kívánom majd tisztázni, hogy ez hogy fordulhat elő. Egyébként az ügyben még számos érdekességet tudnék hozni, de ez mondjuk mindenképpen egy nagyon érdekes. Vádemelés van már? Nincs. Nincsen. Nincs vádemelés, hát megy a Tilitoli, én azt gondolom. Az ügyvédek, a volt ügyvédek ellen, akiket kizártak, tehát a dr. Berényi Andrást és a Szilágyi Rolandot, ő ellenük úgy tudom, hogy különböző vizsgálatok vannak. Az ő állítólag én információ van, hogy az ő telefonjaikat is lehallgatták. Nem értem, hogy ügyvédek telefonját hogy lehet lehallgatni, és ezzel kapcsolatban az is felmerült, hogy azok a tanúvallomások mennyire felhasználhatók. Azért elég komoly dolgokat mondasz, Lajcsi, és elég konkrét dolgokat állítasz. Én nagyon megkomolyodtam ez alatt az ügy alatt egyébként, tehát én egy ilyen bohém szórakoztatónak tartottam magam,
azért itt nagyon sokat karcosodtam, hogy így mondjam, járunk fellépni, de azért minden alkalommal a Börtön ablakában című dalt eljátszom, meg amit bent írtam megrecsenni valaki. Arra van valódi esély szerinted, hogy visszamenjél, vagy újra bevigyenek? Mit mond az ügyvédet? Hogy látod, hogy a vádemelés után jogerősen téged elítéljenek, vagy nagyobb az esély annak, hogy nem lesz vádemelés, és ejtik az ügyet? Hát azon dolgozunk, hogy az igazság kiderüljön. Ha az igazság kiderül, akkor ennek semmi esélye nincs. Te egyébként maradsz Magyarországon? Tehát mondtad, hogy szerényebb körülmények között szeretnéd élni, egy csomó minden megváltozott. A szerényebbet de... azért nyilván azért... Gondolom nem egy félszúteré 30 négyzetméterről van azért szól egy csinált. Ez egy állami vendégház volt, ez 30 szobás, 22 fürdőszobás, ez egy óriási birtok. Ebben most el vagyunk, de egy részét... Meghúzva magatokat egy 30-30 fürdőszobás rázban azért... Nem, ez nagyon fontos. A fene vigyel, hát valahogy azért csak el van az ember. De a furkúthoz ragaszkodsz. Nem, furkútam van, itt a gázszóba hoztátok. Valóban egy éve ki van kötve a gáz, de mi korábban sem használtunk gáz. Mert saját metánotok van. Szóval igen, én nagyon itt szeretnék maradni ebben az országban, mindenem, amin van, ismertséget és anyagi elismerést ebben az országban szereztem. Szeretnék hasznos tagja lenni a társadalomnak, szeretnék segíteni azokon, akik hasonló bajba kerülnek, mint amiben most én kerültem, és esetleg nem tudnak drága ügyvédeket, vagy... Oké, okay. Bácsi, bocsánat, csak közben még kérdeznem egy utolsót, aztán... Nyugodtan. Aztán, nyugodtan. Az kiderült, hogy amivel valójában megvádolnak, hogy loptad a gázt és a villant, vagy nem loptad. Ez kiderült, hogy igen, így van, bebizonyították, vagy nem derült ki, és továbbra se tudják bebizonyítani. Loptad, vagy nem? Ugye ezek a fontos kérdések. Nem loptam, nem derült ki, nem tudták sem bizonyítani, és azt be fogjuk tudni bizonyítani, hogy ennek semmi alapja nincs ennek a vádnak. Aha, már ugye hát ezek a fontos kérdések. Ha ezek a fontosak, akkor ezekre egyértelműen tudok válaszolni. E tekintetben nyugodtak vagyunk. Jó, Lajcsi, nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a fajta nyílt őszinteséget, amivel te itt mondasz. Kemény dolgokat mondtál, és állítottam. Csak ez vezet előre. Tehát itt mellé beszélni ebben a témában már nem tudok, és nem is akarok. Tehát udvariaskodni nem akarok. Ezt, amit elmondtam a Sláger TV tulajdonosával kapcsolatban, ezt most először neveztem meg. Erre így is készültem, mert eljön az idő. Az nekem, bocsánat, nem volt tiszta, csak egy kérdés, hogy azt állítottad, hogy ő intézte el, hogy bevigyenek, vagy ő szólt, hogy be fognak vinni. Nekem ez most nem tiszta. Ő szólt, hogy be fognak vinni, de viszont aki, tudod, hát a keresztapát, azért azt a filmet többször megnéztem, aki a hírt hozza, az az áruló. Azt szokták mondani. Jó, hát ezt már nektek kell levinni, mert azért ezek kemény állítások, tehát az adás után lehet, hogy lesz egy-két telefonod, de hát ez már a ti ügyetek. A házat nem adtuk el, érdeklődő van, ez egy arabnak tűnő hercegecske, aki repülőről megnézte, az ügynökségével beszéltem egyébként. Tehát ennyit azért válaszolnék arra a félbe maradt mondatunkra. Jó. Oké, azt hiszem, hogy a legfontosabbakat megkérdeztük. Lajcsi, egy pár hónap múlva mi újra beszélnénk veled, újra felhívnánk, mert azért ez egy nagyon szövevényes, nagyon rejtélyes ügy, semmi nem derült még ki pro és kontra, tehát állítások, dolgok vannak mindkét részről. Beszéljünk pár hónap múlva. Kiderült, nyilván közben azért hát nagyon fontos dolgokat mondasz, hogy nem. Kiderült, és remélem nem kell hónapokat várni. Június 18 a nyomozás lezárásának határideje, és én akkor óriási bejelentést fogok tenni. Mikor? Júni 18. Annak környékén azért fogok olyan bejelentést tenni, ami nagyon érdekes lesz számotokra. Na, hát hadd hívjunk fel akkor újra, kíváncsiak boldogan, vagyunk. Boldogan. Jó? Sziasztok. Lajcsi, köszönjük szépen. Galambos Lajosnak köszönjük szépen. Szia Lajos. Hello Lajos, köszönjük. Sziasztok. Ciao. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Egy fiatalemberre elképesztő dolog történt, ugyanis 147 ezer forint helyett 147 ezer eurót talált az ő számláján. Egy fordító irodában dolgozik, és a külföldi megbízó, vagy az, aki munkát adott, 147 ezer forint helyett 147 ezer eurót utalt az ő számlájára. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy közel, ugye hát egy 40-45 millió forint érkezett. Aha. A 145 ezer euró, igen. Az nem rossz. Igen, azért 40-45 millió forintnak megfelelő összeg érkezett be egyszer csak a számlájára. Hát megvan. Mi van meg?
kormány közeli fordító volt, és ez volt a sikerdíja. Ő fordította le, hogy Szémin English. Ő nem tudott erről, és neki 147 ezer forintot kellett volna kapnia. Aha, és ehhez. Na, játszunk el a gondolattal, tessék. Uh-huh. Egy picit csak, úgy éljük bele én magunkat a szituációban. Hát akkor forint, font, aznál már jobban jártam volna, mint az euróval. Nem lennél csalódott, te megkapod a fizetésedet, 3 napig ahhoz sem mersz hozzányúlni, megvárod, hogy nem csörögnek-e annyira biztos. Tehát én most azon kicsit bátrabb emberekhez szólok, akik azért úgy tényleg elmennek játszani a gondolattal. Nem, te még nem kapod meg a gázszámládat, már befizeted. Úgyhogy hogy blöffre nem tudod, de már beállsz a postára, hogy mire a sor elejére érsz, addigra megkapod a gázszámládat. Én megnézem, kitől jött az utalás, és küldök nekik egy SMS-t, hogy de biztos. Ez nekem. Minden hónapban kapom én is az SMS-t a könyvelőmtől, hogy ez biztos az enyém? Kérdezi Jani. És mondom a könyvelőmnek, igen, erősítnek, hogy ez az övé, elkölteti. De tételezzük fel a következőt, mondjuk. Megérkezik az SMS a te bankszámládra, vagy a telefonodra, hogy egy teljesen ismeretlen külföldi bankszámlától, banktól egyszer csak megjött hozzád mondjuk 100 000 euró. Hm. 30 millió forint. És az egyenleged volt eddig, mit tudom én, 110 ezer, most pedig 30 millió 110 ezer az egyenleged. Na mi van ilyen? Én azért itt volna elkezdtek örülni, hogy ez valami, mit tudom én, valami távoli rokon meghalt, és most utalt, és majd úgy, de jól hangzik. Azért mondom, hogy külföldi, egy kicsit jobban bele tudjuk magunkat élni, ha magyar, akkor azért az nagyon gyorsan megvan. De mondjuk egy ilyen német cég egyszer csak beutal neked. És nem biztos, hogy észreveszi, mert ugye a könyvelési tételekben ott vagy 100 000 euró, 100 000 euró, és elutal mondjuk egy nap 25 dolgot, és akközötte ott vagy egy elütéssel, és egy mondjuk egy magyar fordító iroda helyett egy OTP-s bankszámla számra megérkezik Rákóczi Ferencnek 100 000 euró. Azonnal elkölthető élményt és vissza nem vehető élményt vásárolnék belőle. Mi mert van? Ha veszel egy autót, mert ha veszel egy autót, akkor azt ugye vissza kell, tehát azt el kell adni, vissza kell utalni, nyilván vissza kell egyébként is utalni. Tehát olyan dolgot kell belőle csinálni, ami személyes élményé válik, és már nem lehet elvenni. Tehát a jó napot kívánok, van-e olyan világ körüli útjuk, ami most indul, de most délután? Aha, akkor tehát arra... reálisnak tartod azt, hogy megjön 30 millió forint a számládra, és aznap bekocogsz, de ez nem elég nagy összeg ahhoz, hogy eltűnjek. De jó, de hát egy hónapos utat megcsinálsz, addig nem érnek utol, érted, egy ilyen világ körüli utat, most van ilyen repülőgépes út, hogy fölülsz, és akkor mész szépen körbe a világba, egy röpcsivel. Leszállnak Párizsba, kicsit szép nézel. Csak az baj, nem jutsz messzire. Tehát, hogy érted, felszesz a repülőgépet, és nyitom, hogy Bécsnél már ja, körözés. Körözés. Tehát te bemennél utazási irodába. Szerintem azonnal egy ilyen. És becsengetnéd, és nem gondolnál arra, hogy utána a havi 30 ezeresével az unokáid is visszafizeti majd 100 évig azt a 30 millió forintot? Hát figyelj, az már az enyém. Hát most én nem kérdeztem, hogy ki küldi, ott van a számlámon. Hát most nem? Ez egy érdekes kérdés. Én nem mernék hozzányúlni szerintem. Nem mernék hozzányúlni. Egy ideig legalábbis. Mi van, nem jelentkezik senki? Mikor van az a pont? 2 hónap is nem történik semmi. De érdekes, ez jó kérdés. Bankot megkérdezed? Én nem. De hogy kérdezem, ha keresenek ő? De, hogy én nem vettem észre. Igen. De hogy így óvatosban a te saját bankodat nem hívott föl, hogy... Hogy hát így... Hogy érti-e, mire... Hogy hát, és veletek mi a helyzet? De még fölhívod az OTP-be az ügykezelőt, hogy adok vissza 1 millió, csak ezt most rejtsd el ezt a tételt? Hát, vagy kinek osztasz vissza? Hát, hogy tudnak-e róla egyáltalán? Ja, hogy a bankodnál egy kicsit lenyomozod. Így, de óvatosban, kamuban kezdesz el beszélgetni nyilván róla. Hozzátok, hogy nem szóltok oda, ugye? De hogy mi? Hát, csak kérdezem, hogy... De tudod, mert ilyenkor félsz, hogy kiugratod a nyolat. Ja, de tényleg, basszus, rosszul utalt. Nem, mert abban bízott, hogy oké, így is szeretnéd, és kideríteni, de úgy, akkor nem is szeretnéd, hogy visszavegyék. Ki az, aki engem kötelezhet a visszautalásra? Hát, a bank azt mondja, hogy kötelező vissza, azt mondom nem. Ő azt mondja igen, én azt mondom nem. Uh-huh. Ő azt mondja de. Én azt mondom, nem, akkor mi történik? Hát én ott hagynálok beleteket, én tehát nem bírnám mindenkire. Nem. Kötelezhet a bank engem arra, hogy visszautaljam azonnal? Persze. És a bank nem hatóság. De mehet bíróságra aztán. Nyilván vissza kell fizetni, ezt én is tudom, csak játszom, hogy meddig tudom ezt húzni. Tehát elkölthetem úgy, hogy utána 30 ezeresével majd életem végét. Jó, de aztán, hogy nem érdekel, egyszer volt egy jó estén. Bocsánat, hello, de hát ki? Nem a te hibád, hogy kaptál hello, 30 millát. Nem hallom, sajnos. Nem. Mit hall? Jó napot kívánok, Vadó János Kerzső, az OTP-től vagyok. Halló, kicsoda? Ki? De rossz ez a valami. Ez nem az ő telefonja. Katka, te vagy az? Az anyád a szórakozza, oda meg úgy csak berúglak, hogy a holdigre bűn.
sikerült. Nem, nem, még egyszer mondom, Vadó János keresünk. Ettől és ettől a fióktól. Az, szóval én mondjuk elköltöm. Az jó, de az a védekezés az jó, hogy ők hibáztak. Kell nekem tudnom, hogy mennyi van a számlám? Elvileg nem kötelező tudnom. Igen, még mindig tudok nyilván levenni. Tudom, hogy nem az én, még mindig jön, még mindig jön. Mindig jön. Mi történt? Ez egy érdekes dolog. Na felhívjuk mindjárt ezt a fiatalembert, aki visszaadta egyébként nagyon helyesen azt a 45 millió forintot, de azért úgy megremegsz, nem? Kijött már a pszichiátriáról? Tessék? A fiatalember. Igen, kérdés, hogy tudatosítod-e magadba, azonnal téves vagy, úgy azért picit eljátszol a gondolatot. Mi van, ha nem veszik észre? Mi van, ha egy tétel volt a 100 közül, és ott marad ez a 45 millió? Aha, sehol észre nem. Se veszi. Hát miért most egy nagy milliárdos forgalmú cég? Hát ne, apró a 45. Igen. Állítólag hogy ebben az esetben, nem? Ezt majd Tamás nem. Mindjárt elmondja, nem vették észre a hibát, ő szólt. Ő na szólt. Jó, nem, hát ebbe azért érzek egy pici balegséget. Egy idő után kiderül, figyelj, a főkönyv a végén, érted, a havi áfa bevallás van, azt nézegetjük, hogy hova mentek a pénzek, nem? Hát meg most, hogy érted, erősödik a forint, én biztos visszaváltottam volna forintra, utána pedig vissza euró, érted, hát a fókra. Ha azt a pénzt, ami bejön, 30 millió, én mondjuk veszek belőle Apple részvényt. Az Apple részvény felmegy mondjuk 10%-ot, mert mondjuk 90 volt most, de már lassan 100-on van. Én keresek azon 10%-ot. Ja, egy hét alatt. A 10%-ot megkeresem 3 millió forintot, gyorsan megforgatom, azt mondom, mert nem tudtam kinek a pénzt, gyorsan bevásároltam. Enyém a 3 millió? Á. Miért? Tíj, mert csak azt én forgattam meg. Apple szerzett jószág, Apple vész. Apple szerzett jószág, Apple vész. Na csak mondom most tényleg, mondjuk az ember tőzsdizik és látja az amerikai részvényeket. Hát menjél be a kokaszinózni. Vagy beveszek mondjuk GoPro-t, ami 8 dolláron van, és fölmegy 11 dollárra. Keresek rajta 30%-ot. Menjen már vissza az a rohadt GoPro. Keresek rajta 30%-ot. A 30 millióból csinálok gyorsan plusz 10 milliót. Enyém a plusz 10 millió? Tiéd, hát senkinek semmi köze hozzá. Ez a te számlád. Ha a pénzt egy hétig ott tudod tartani, és vagy kaszinóba megforgatod, megduplázod. Az meleg. Az megyek. A GoPro hisz minden meleg. Azért a részvényben talán van némi tudatosság, pont a GoPro azért az most nem annyira jó. De mondjuk nézzünk valamilyen más papírt, teljesen mindegy. Bemész földobot. Veszel, Teslát veszel, tessék. Tök mindegy. És akkor én keresek rajta, az már az enyém, én azt megtarthatom. Elviekben igen. Hát mit csinálok, akkor húzom az időt a visszaadással, és megforgatom. Így van, egy hónapig szerintem el tudsz levelezgetni, a külföldi a cég, és nekik nyilván magyar nyelvű levelet. Igen, onnan kezdett, hogy magyar nyelvű levelet írsz direkt. Nem veszed át az ajánlottat hetekig, az visszamegy meg. Tehát nagyon hosszú ideig tudsz azért ezen szívózni, mire egy év után te visszaadod. De hát igazából nem tudtad megcsinálni. Nem tudtad elő visszaadni. Na, itt van velünk Tamás. Hello Tamás, jó reggel, ciao. Szervusztok, üdvözlök mindenkit az egyszer egy fordítőről a nevében. Igazi profi. Na, hát komolyan mondom, ezt meg se hallottuk. Hát milyen ember vagy te, hogy azonnal? Hát nincs elég bajunk így is az NMA-val. Hát. Ja, bocsi. Semmi baj. Tamás, na, mesélj egy kicsit a lélektanáról. Nyilván tudjuk, hogy vissza kell fizetni. Szerintem, ha most nem hűlünk, akkor az tényleg nagyon butának kell lenni, hogy az ember azonnal elköltse. De nyilván eljátszunk a gondolattal, mégiscsak humorizálunk. Megkérem meg az ember, amikor egyszer csak 147 ezer forint helyett megérkezik a számlájára 147 ezer euró? Igen, rögtön pontosítanék, egész pontosan 45 millió forint érkezett, tehát nem 30 millió forint. Ah, 145 ezer euró átváltottuk. Hát igen. Ha legyünk őszintén, tehát azért melyikünknek nem jut eszébe most rögtön egy piros Ferrari, vagy valamilyen hasonló. Jó, várj, indítsuk az el, hol voltál? Tehát jött az SMS, egyszer csak, hogy megjött a 147 ezer forint helyett 147 ezer euró. Nem. Nálunk nem jön SMS, mi a számla egyenleget szoktuk nézni, és hát bevallom, hogy több a nem fizető ügyfél, mint a túlfizető. Tehát azért itt ez nem ez a jellemző, hogy itt pár nullával többet utalnak. És hozzáteszem ugye rögtön, hogy a német ügyfélnek nem tűnt föl lesz, hogy 45 millió forint hiányzik ahol. Na, hogy nem. Úgy láttad meg, hogy megkaptad a hónap végén, vagy megkaptad a könyvelés, vagy bármit, egyszer csak láttad, hogy van a számládon 147 ezer euró. Lényegében igen. Pünkösd után kedden láttuk, hogy az irodavezetővel együtt, hogy itt van némi túlfizetés. Némi. És hát ugye azért becsületes emberek lévén, meg mi nem az a fordító iroda vagyunk, amelyik lenyeli az ügyfelek pénzét, korrektség útját járjuk, tehát nem említem még egyszer a fordító iroda nevét. Köszönjük. No,
Tehát magam is egyébként, tehát azt gondolom, ez egy erkölcsi neveltetés kérdése is, hogy ki hogyan áll hozzá. Azt nem mondom, hogy nem fordult meg a fejemben, meg nem indult meg a viccelődés itt a testvéreimmel. Öten vagyunk fiú testvérek, és hát viccelődtünk, hogy azért vannak gyors kamatozású, gyors lejáratú ugye betét akciók, ahol azért meg lehetne forgatni ezt a pénzt, de ugye azért az embernek eszébe jut a tizedik parancsolat, amit ugye ismerünk. Melyik is az? Az az, hogy... Ne parázzál, már nem csak ezt tudom. Jó, jó. A mások tulajdonát ne kívánt. És mindig ellene megyek ennek, hogy ne parázzák. Na jó, de hát érted, ráadásul ötven vagytok fiútestvérek, nehogy már nem fordult meg a fejetekbe, hogy öt fiútestvér, 10 barátnővel egy limóban, körbe a városban, Pezsgőben fürdött. Egy Barca meccsen Barcelonában, a Nou Campban, nagyon durva, nem nagyon durva. A helyzet az, igen, a helyzet az, hogy családos emberek vagyunk, tehát azért mi hosszú távon gondolkodunk. Persze, ez kiderül, az embert hamar megtalálják. Figyelj, az hogy nem vette észre a német cég? Tehát kvázi ti szóltatok, hogy haló, túl számláztatok? Nem is vették észre tényleg? Így van, nagyon tök lazán kezelték. Én írtam a kinti cégvezetőnek, és ő meg visszaírt, hogy miután felajánlottam, hogy akkor ugye visszautalhatjuk, megengedik, hogy visszautaljuk a pénzt. Annyit írt így laza németséggel, hogy should be okay, tehát rendben van, persze, kb. Így, semmi sietség. Nem stresszelték túl ezt a 47 millió forintot. Nem, tehát lehet, hogy ennyivel burigáznak minden nap, mi mondjuk, mi nem, tehát azért 45 millió forintot tegyük hozzá, hogy egy átlag ember az egész életében nem fog félretenni, és akkor még nem beszéltünk a visszautalás költségéről, ami egy hatszámjegyű összeg, egy egyhavi fizetés, mondjuk így. Az kifizeti ilyenkor? Ők átvállalják? Hát jelen esetben átvállalták, ezt azért közöltük, hogy azért ugye mi nem gurigázunk ennyi pénzzel, mi ezt, ha megengedik, akkor ezt rájuk terhelnék. Úgyhogy könyvelővel egyeztetve, akkor ez így ment. Hát szóval, ez túl becsületes, ez nem is tetszik annyira. Igen, kis zsívánság lenne. Legalább egy Donald Drago, érted? Egy csomag Mentos, valami lenne ebbe a sztoriét. Azt nem jutott eszedbe, hogy főhívod a főnököt, és azt mondja, hogy nézze, itt van nálam 45 millió forint, 5 év visszaadom. Nincs cirkusz, gyerekek. Hagyjuk az egészet. Ötöcske marad, 140-ecske visszamegy. Csokolak. Vagy pedig levelezgethetünk itt kicsit. Zakodhatunk érti. Szorakozgathatunk itt még kicsikét. Magának fog hiányozni a pénz, mert nálam van. Be tudjuk zárni az irodát, be tudjuk buktatni a céget, és tudunk csinálni gyorsan egy másik céget. Istenem, miért nem vagyunk mi ott? Komolyan, hogy miért nem egyszer nekem utal valaki 140 ezer eurót. Igen. Lehet, hogy nem hiányzott volna nekik ez a pénz, ha nem szólunk, ne szólj, szám nem fáj fejem alapon, tehát azt nem mondom, hogy nem nincsenek ismerőseim, akik mondták, hogy milyen bolond vagyok meg, balek meg. Nem, becsületes vagy, egy tiszta, jól jött ember vagy, balek. Hogy tehát föl lehet kerülni úgyis a címlapokra, hogy az ember nem csal és nem tisztességtelen, hanem éppen ellenkezőleg a becsülettel és a tisztességgel is. Ha valaki megnézi a tegnapi legnagyobb példányszámú napilapot, nevén nem említve, akkor így is föl lehet oda kerülni. Ki tudom, volt? Ja, hogy ott voltál, persze. Túlbecsületes vagy, soha nem leszel téma Kármán Olgánál. Ja, ugye? Igen. Na, még annyit tennék egyébként hozzá, hogy nekem más jutott eszembe. Egyrészt ugye a minap a hírekben szerepelt egy ausztrál hölgyemény, aki kicsivel többet kapott a számlájára, több mint 1 milliárd forintot. Ebből vígan eltapsolt a 400 millió forintnak megfelelő összeget, bucsi táskákra, meg egyéb dolgokra. Imádom. És a végén nem vonták felelősségre, mert jó hiszeműen költött el, ugye? Jó hiszeműen, teljesen jó hiszeműen elköltöttem 1 milliárd forintot, nekem eszembe sírtott, hogy nem az enyém. Hölgyem, eddig mennyiből ért? 1000 dollárból. És most mit csinálj? Elköltöttem 1 milliárd forintot. De jó hiszeműen vettem azt a bucsi táskát. Igen. Hát ez ugye minden ország máshogy határozza ezt meg, igen. A jó hiszemű költő, tudod? Hát ez milyen így jó. Van. Még egy dolog jutott egyébként eszembe, fiúk, ha megengeditek. Én Brazíliába éltem egy pár évet, és ott élt egy híres ember, Ronnie Bix, az évszázad vonatrablója, nem tudom. Igen. Megvan? No, ugye ő arról vált híresi, hogy miután kirabolt egy jó kis pénzes vonatot Angliában, belécelt Brazíliába, és ott vígan élte az életét a Copacabánán is. Amikor én ott éltem, akkor is ő osztogatta az aláírásokat. Így is lehet élni, nem hiszem, hogy ez bárkinek életcél, de... Igen, csak Bix mondjuk egy darabig nem mehetett vissza Angliába, mert ugye... Igen, amit meg nem... Rövid időt bevarták volna.
Így van, igen. Igen. Hát nem volt kiadatási egyezmény, mi egymás, de az is tény, hogy utána olyan honvágya volt, hogy haza akart menni egy angol sörre, egy angol pubban, és végül ott halt meg. Aha, de azért volt be őszintén, hogy soha nem volt akkora csönd a fordítóirodában, mint aznap, amikor visszautaltátok a pénzt. Mindenki a munkájába remetkezett. Nyomd meg az Enter, nyomd meg te az Enter. Igen. Hát ahogy mondtam, a mi fordítóirodánk nem nyeli le az ügyfelek pénzét. Jó van, ne futtasd már magad. Persze. És egy óra múlva mindenkiből egyszerre robbant ki, hogy hát te mondtad, hogy utaljuk vissza, kb. Igen. Van egy isteni körforgás. Az a helyzet, hogy én hiszek ebbe is. Na jó van, Tamás, hogyha megyünk, mert ez már túl szép. Ez nekünk, ami romlott, züllött lelkünknek, ez már túl szép. Ez az egész történet túl szép. Megimitálsz minket a Vidám vasárnapra. Mi lesz? Nem sokára? Igen, vasárnap találkozunk az ATV-n. Fog jönni egy fekete autó, egyébként erre gondoltam, hogy másnap megjelenik, és akkor kiszáll belőle valaki, és akkor egyszer még kérünk magától valamit pelikánáztás alapon. Igen. De ezt nem vártam meg, úgyhogy... Helyes, jól cselekedtél, Tamás. De jó, a vége jó. Az úr meghálálja ezt. Tamás, köszi. Ciao. Köszöntöm. Ciao, hello. Novák Tamással beszélgettünk. Hello. Jó ember vagy. Egyébként tényleg nyilván meg hát az ember, én azt gondolom, hogy azért ezt tenni, kivéve a jóhiszemű költőket, ugye? Azért egy Gucci táska csak lesne, nem fej? Azért csak berohannál az Andrássy útra, nem? Képzeld, mert a kártya ugye nem nálam. Átlépnézi Lindának, hogy rázza a karkötőt. Linduska, most én jövök, hello. Linduska egy nagyobb áramütéstől ott fekszik, ugye a tegnapi témánkra vonatkozóan. Mondjad, mit kezdtél el, hogy... Nem hát, hogy nem nálam van a kártya. nem nálam van a kártya, tudod, ez a baj. Na, drága hallgatók, tessék, valljatok nekünk. Írjátok meg, hogy volt-e olyan, hát ha találunk egy-két hallgatót tényleg, aki kapott úgy pénzt, hogy azt úgy finoman eltette. Igen. Nem vallotta be, többet utalt a főnök, nem vett észre, rossz helyre ment egy fizú, és ő azt egy ideig furdalta a lelkiismeret, de nem adta vissza, lenyelte. Nyilván nem ilyen horderei összegekről beszélünk. 100 000, 200 000, 50 000, 300 000 forintos összegekre gondolunk. Amikor is valaki valahol félrenyomott egy entert, egy ideig ti néztétek a számlátokat, néztétek, majd azt mondtátok, hogy ez jár, és elraktátok. Valljátok be nekünk. 5 év az elévülés állítólag. Tényleg? Ha 5 évig tudod altatni, tiéd a lóvé. 5 évig kell felszívódni. Aha. Ezt honnan tudod ennyire jól? Hányszor utaltak félre a Danubiusban? 5 perccel múlt el, 8. Nagyon felkészült vagy. Jött egyébként. Tényleg? Egyszer dupla fizu volt. Emlékszel? Duplán küldték el a fizetést, és mondtam, hogy de jó, 13. havi. Májusban. Igen. A kutyafáját már májusban jutalom. Szóltak, hogy nem, bocsi. Vissza. Az annál nincs könyörtelenem. Szerintem, amikor rosszul utalnak egy fizut, és vissza kell utalnod, mert az... már ott van a tiéd, a te számládon. Szóval az könyörtelen. 3:48 van pontosan. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Arról a fiatal emberről beszélgettünk, a hírek előtt Tamásról, aki ugye visszaadta tévesen neki adott 45 millió forintot. Ő egy fordítóirodánál dolgozik, és hát egy becsületes, rendes fiatal emberről van szó. Ugye a hallgatóinkat arra kértük, hogy írjátok meg nekünk, hogy mikor volt olyan, vagy volt egyáltalán olyan, hogy valamiért nagyobb összeget kaptatok, és azt lenyeltétek. Ugye hát ebben ez az izgalmas, hogy az ember vár, egy kicsit vár, és aztán megszólal a kis ördög benne, és lenyeli az összeget. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Szép jó reggel, sziasztok, Éva vagyok. Hello. Éva, na, szia. Könnyíts a lelkiismereteden, mit csináltál? Hát, az az igazság, hogy én 2 éven keresztül havi 25 000 forintot kaptam, még a diplomázásom után ösztöndíjként. De hogy? Hát nem tudom, gondolom benne maradtam a rendszerben, és az elején nagyon örültem neki. Aztán ugye ott volt a lelkiismeret fúderes, hogy hát mi lesz, hogy lesz, de aztán nem szóltak, én hallgattam, úgyhogy itt szépen eltelt. Ez 2 év alatt az több mint 500 000 forint, tehát azért az egy szép összeg. Igen, tudom. És részletekben költötted el, vagy egy ideig nem mertél hozzányúlni? Nem nyúltam hozzá, ott maradt. Aztán kivettem a pénzt, és akkor megszüntettem a bankszámlát, miután már nem kaptam pénzt. De jó! Igen, elköltöztél, eldobtad a lakcímkártyádat, és kiventél az erdőbe lakni. És amikor először költöttél belőle, rossz érzés volt, vagy inkább jó? Hát úgy jó. Jó. Persze. És nem is féltél attól, hogy egyszer csak valaki megjelenik és visszakéri? De féltem tőle. De aztán ez így elmúlt. És most már el is évült, ugye? Régen volt. Igen, ennek már 5 éve, úgyhogy nyugodtan beszélhetek róla. De
de bátor. Köszi, Éva, hogy elmondtad. Ciao. Én is köszönöm. Szia, hello, hello. Egyszer 23 000 forint adóvisszatérítés helyett 230 000 forintot kaptam. Lenyelte. Hát az adóból. Hát most jó, hogy... Igen. Hát, hogy ne legyen kérdés. Nekem egyszer duplán utaltak fizetés körülbelül 10 éve, nem szóltam én sem, ők sem, kérték számon, úgyhogy 2 hónap várakozás után levettem a számláról, és megcsináltattam belőle a jogsimat. Norbi küldte nekünk. De itt is azért mindenhol van egy kis várakozás, amíg nem mersz hozzányúlni, nem? Megnézed, hogy jön-e valaki. Számon kérje valaki. Norbi is várt egy kicsit. Igazán becsületes az azonnal szól, mert ugye ez egy félbecsületesség, hogy azt mondod, ha ők észreveszik és szólnak neked, akkor majd lépsz. Igen. Az ugye? Igazán becsületes az, az azonnal szól. Szól. Hmm. De ez nem bűnözés még, hogy nem szólsz. Hogy de, meg, ez tulajdonképpen az. Tulajdonképpen persze jogtalanul veszett valaki ezt a példát. Hát bűnözés, nem tudom, mi a bűnözés. Ott van a számlán, de nem szólok annak, aki átutal. Az még nem bizonyítható, hogy az nem lehet bizonyítani, hogy direkt nem szólt, ha nem vetted észre. Nem kötelességed észre. Egy 45 emmet. Igen, meg ha az a peh utal, akkor azért már gyalakodnod kellene. A peh, te hol lesz? Jézusom, te komcsi. Neki még honnan jön pénz? Nagy éveknek keresztül fizettem az APEC-nek, hogy ez így beépült. Tehát 76 óta vállalkozó vagyok. APEC. Mi van akkor a 40 milliós NAV inkasszó van a számlán, és egyből leemelik? Ez egy jó kérdés. Hát akkor szólsz a németnek, hogy várjál egy picit. Menj abban, látod azt a nagy székházat? Na, tőlük kérd vissza. Az meleg pite. Igen, egyébként jó, jó a felvetés, hogyha van egy inkasszó. Tőlük akkor nem kapsz vissza soha semmit. Az biztos, az biztos. Online beléptem a bankfiókomba, és 9 millió 190 ezer forint volt a számlámom. Nagyon örültem, aztán rájöttem, hogy a demo internet bankba léptem be. Ha a 367 ezer forintos havi fizetésem helyett 3 millió 670 ezer forintot kaptam, nem szóltam, nem derült ki. Ne hívjatok. Érted, hallgató. Azért az is szép, egy pont a tízszeresét kapott. Egy éves érzését, igen. Diákmunka címen utaltak 5000-et, betudtam annak, hogy 1983-ban a nemzetközi építőtáborban az NDK-ban keveset fizettek. Jó, hogy mondjuk nem robbantottál, igen, nem robbantottál bankot vele, de... Igen. Karácsonyra rendeltünk egy gyerekjátékot online játékboltból, nem küldték, ezért a feleségem felhívta őket, hogy mi van, másnap meg is ott a csomag, viszont december 23-án jött még egy csomag, valószínűleg elkevertek valamit, egy 35 ezer forintos Fillipóni volt. A visszaadás szóba került, de inkább odaadtuk a fiúnak karácsonyra. Ez a visszaadás, ez hogy kerülhetett szóba? Visszaadjuk? Nem. Becsomagoljuk, és odaadjuk a gyereket. Igen. Vissza, ja, nem. Igen. Ez egy gyors megbeszélés lehetett egyébként. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggelen. Sziasztok, Zsolti vagyok. Hello, Zsolti, szia. Mennyit nyúltál? Én konkrétan 3 havi fizetésemet, de úgy, hogy az előző cégemnél ugye fölmondtam, a következő céghez elmentem, ott dolgoztam 2 hetet, egyszer jött a bankszámlára a lóvé. Hát mondom, a főnökömet felhívom, már kicsit sok jött, de mondta, hogy ők még nem is utaltak. Nem jó, van, bebalaktam a bankba, megnézem, hát ez az előző cégtől van. Na jó, akkor ezt úgy szépen elsúnyogjuk, gondoltam én, de következő hónapban is jött, a 3. hónapban is jött. Nem mondott kommentet, az előző céget 3 havit egymás után? 3 hónapig, és azóta se kerestek, pedig ez már több mint 6 éve volt. És 3 hónap után, amikor leállt a pénz, nem mentél reklamálni a gyerekek? Ho-ho-ho. Csak 3 hónapig utaltok a kilépésem után. A pénznek se ad. Gyerekek, hosszú hétvége van, utaljatok már. És mi lett a vége? Semmi, igazából lenyeltem a lóvét, abból megcsináltattam ezt, azt ennyi. Nem is féltél, hogy rátörnek egyszer csak, hogy visszakérik? Vagy nem volt egy kicsi lelkiismeret fordulása? Igazából a második hónap után már nem volt, mert jön. Aha. Nem kereste senki. Jó, ez, mit hát kiabáljon az ember? Persze, nem? Persze, annyira jó munkaerő volt, úgy gondoltak egy utolsó, hogy alul fizetett volt. Igen, kis jól. Nagyságrendileg mekkora összeg volt? Nem kell pontosan, nem akarod, csak kérdezem, hogy 100 ezeres nagyságrend. 30 ezer forint volt havonta. Hát azért az a 3 hónap alatt azért az majdnem fél millió. Igen. Nekik nem hiányzott, érted? Igen. Az ő bajuk, nem? Hát, igen, teljesen. Ugye, hogy az ember azért ezt mennyire jól meg tudja magának magyarázni. Mert ugye ott a lehetőség, hogy egyébként fölhívd őket és visszaad. De hát ilyenkor, igen, ugye, igen. Ilyenkor az, hogy az ember kicsit megmagyarázza. Hát a ilyenkor az embernek eszébe jut az, hogy ugye, hát itt is volt ne részükre egy kis mocskosság, ott is, szóval akkor oda-vissza megy a játék. Igen. Sose volt klottyópapír. Megértemlik. Szemetek. Hát meg szoktam mondani, hogy ugye az élet az egy kibaszott társas játék. Az. Mi soha nem szoktuk picit mondani. A társas játék erős volt. Igen. Köszönjük. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Az az élet. Hello. Igen. Srácok, komolyan már valami más téma nincs. Légy szíves, annyira ki vagyok már. Na.
Valószínű Nettinek nem utaltak soha semmit. Megzavarta a pénz. Netti a rossz végén, Netti a rossz végén van ennek a történetnek, és ez nem írja hallgatni, hogy itt hány ember vett föl jogtalanul. Hosszú hónapokon keresztül fizetéseket, Netti kiborult. De bírom az ilyen SMS-eket, ma nagyon ilyenek jönnek, igen, nem? Igen. Kicsit nekünk szólnak be, kicsit unják a témát. Hát most ez milyet van. Miért szeretnél, Netti, mi legyen? Netti, mi legyen? Netti, mivel foglalkozunk? Ez a sok becstelen ember. Tessék, Netti, ha te most itt ülnél, mivel foglalkoznál? Mi lenne ma reggel a téma? Mit szeretnél? Mit beszélnél meg? Mi érdekel? Írd meg nekünk, csak kíváncsiságból. Megborotválnám Balást. De nem lát engem, nem tudja, hogy mennyire brutálisan szörös vagyok. De mi az, ami most téged érdekel, Netti? Ebben a pillanatban. Küldj egy SMS, hogy ha te most itt ülnél, te szíved szerint miről beszélnél. Érdekel tényleg, hogy mi van a kis érdekel. Miért vagy ennyire szomorú? Mert Netti szomorú. Igen, mi a baj? Hogy valami baj van. Igen. Valami baj van. Reméljük, nem nagy a baj. Igen. Anyukám a cégénél kapott 250 000 titokban, 10 évig forgatta különböző lekötésekben, majd vett belőle egy lakást. Mondjuk mama nagy tőzsde cápa, azért 250-et bepörgetett, ha csak nem 83-as a sztori, mert akkor azért annyiért kijött egy panellakát. Ha ez mostani történet, akkor a mama nagyon jó, akkor nagyon jó információi vannak. Azt hiszem, 70 kb. Ennyiért vették a telket apám. Utána 250 000, 10 év múlva 70 milliót csináltam belőle, és vettem a Bimbo utcában egy családi házat. Egyébként mama ügyes, tehát mondhatni pénzügyi zseni. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Induljon akkor a gyerek tehetségkutató, hát mégiscsak gyereknap van vasárnap, ugye? Biztos, hogy a rendőrök is egy csomó gyereknapon kint lesznek, lehet játszani a szirénával. Isten, ez a focis játék, ez annyira megmaradt bennem, szóval ez, hát ez... Jó is ez, volt. Mert szóval ez egy sziszóra, a rendőrök csütörtökön, a pénteki nagyon durva, szóval... felfoghatatlan, tehát hogy igen, lesz is belőle még egy kör majd. Lesz össze még egy kör. Na de, most ugye gyerek tehetségkutatás, illetve pontosabban nem is tehetségkutatás, mi nem akarunk itt beállni a tévéműsorok mögé, akik most nagyon tehetséget keresnek, egyszerűen csak szeretnénk valakinek egy gyereknapi ajándékot adni. És ezért valamit kérünk cserébe a gyerekektől, valamilyen produkciót csináljanak nekünk, és győzzenek meg bennünket arról, hogy igenis neki, ők szeretnék a legjobban azt az 1000 adag jégkrémet, valamint a szülők a hűtőszekrényt, mert gyönyörű szép hűtőszekrényt is tudunk ajándékba adni. Ehhez viszont hát előre kell tolni a gyermeket, és megkérni arra, hogy csináljon valamit, vagy ha a gyerek szeretne, akkor benyomni hozzánk, hogy gyere, Eugén, játszál, mert a baliék már hűtőt lehet nyerni. Hajrá Sebastian például, igen. Azért az nem lesz baj, vagy nem lenne baj, hogy éreznénk a kohéziót, tehát hogy a gyerek is akarja, meg igen, a szülő, hogy mind a kettőt, nem csak arról van szó tényleg, hogy a gyerek már a sírások küzdik, és de nem, a gyerek ki az ágy alól, adásba vagyok, a Morning Show-ba. Itt van, Évi, nagyon szeretné, ő is csak fogad most, igen. Na, hívjuk az első jelöltünket, hihetetlen sok e-mailt kaptunk, minden szülő benevezte a gyermekét, én nem tudom, hogy ez a hűtőnek szól, vagy hát ha valaki fölfedezi az ő gyermeküket, vagy nekünk, vagy a jégkrémnek, minden esetre Az egy perc hírnévnek brutálisan sokan jelentkeztek, mindig egy kicsit ilyenkor így gondolkodunk, hogy vajon lesz-e elég gyerek, meg vajon jelentkeznek-e, és aztán nem tudjuk ezt a dolgot igazából, hát hogy is mondjam, alábecsülni vagy túlbecsülni, mert rengeteg e-mail, rengeteg jelentkező, sajnos mindenki nem is fér be egyébként az adásba. Na, hát akkor nézzük, hogy ki az első jelölt. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánunk! Ó, jó reggelt! Apuka! Tudom, hogy nem a gyerek fog beszélni. Hello Zsolt, jó reggelt! Ciao. Sziasztok! Honnan hívtatok minket? Szegedről telefonáltunk. Szegedről? Martinka egy órával hamarabb kellett, úgy bevasult. Komolyan? Komolyan mondom, annyira várja. De nem magától, ugye? De, abszolút. Martin... Semmi közünk hozzá. Semmi közünk. Tehát nem lerántatod róla a takarót, hogy köt elébresztette. Gyakorolni a tükör előtt. Igen. Na, és mi a nagyobb kincs, a hűtő, vagy az 1000 adag jégkrém? Mi indítottál a fantáziát? Csak a jégkrémről szól, tehát az óvodába osztani mindenkinek, gyerekeknek, mamának vinni, mindenhova. Értem. Tehát Martinnak ez mozgatta meg a fantáziáját. Martin szerintem Magyarországon a legnagyobb jégkrémfán. Komolyan? Tényleg? Imádja. Óriási jégkrémfüggő a gyerek. Jó, most mit csinál Martinka? Most éppen azt várja, hogy mikor mondhatja el a verset. Pont ez lett volna a következő, hogy mi a produkció? Igen, hogy azt várja, hogy elmúljon a tolog gyulladása az előző jégkrémezésben. Igen, jól van, oké. Okay. Hát, a kutyafülű aladár.
című verset fogja elmondani. De jó, kutyafülű aradár. Azt mondta, hogy megtanítja nektek. Aj, de helyes. De, na, rendes. Halljuk akkor Martinkát, jó? Ad nekünk oda. Hány éves? 3,5 éves, ugye? Már 3,5 éves a Martinka. Te cuki. Azt a mindent. Hát ő nagyon pici. Szerintem ő lesz a legfiatalabb versenyzőnk. Jó, adom Martinka, jó? Balázsra. Szépen eljel. Szia! Mennyire cuki. Hello. Hello Martin, ciao. Hello. Hallom, hogy készültél versel nekünk? Aha, ott szó lesz. Szóval igen. Hallgatás, beleegyezés. Zsolt hátulról. Ha nem hallgatás, tovább. Igen. Na, halljuk akkor, jó? Figyelünk, na, nagyon figyelünk. Jó? Martin a legfiatalabb versenyzőnk. Mondd akkor, figyelünk. Haraputz a három alatt. Megnyitotta a cippajdabban, megnyitotta kutyafülű aladár. Kutyatár, kutyatár, kutyafülű aladár. Hát gyönyörűen pörögnek az erre. Forintér, tarka kutya. Öt forintér. Kutyajár, kutyatár, kutyafülű aladár. Hey! 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 Apuka hátul. Apu még egy kicsit alá is tapsolt. Igen. Zsolt, jó volt, ügyes volt, nagyon. Hát 3,5 évesen komoly teljesítmény, hogy már a gyerek verset. Verset, hogy kihagyott belőle szavakat, de az időt az kihagyta. Figyelted? Igen. Hát, óriási. Volt benne egy nagyon minimális luk, amit én életemben először tapasztaltam nála. Aha. Kicsit ott lefagyott. Mert egy picit látta magát a gyerek a színpadon, ilyenkor kinyújtja ugye a mikrofont, hogy a közönség mondja helyette a következő sort, aztán visszaveszi a szót. Igazi profi. Oké, csokoljuk, buszijuk, jó, mondd meg neki. Köszi Zsolti, ciao. Hello. Hát. De helyes volt. Igen, apu, hogy örült neki, hogy sikerült. Ha, igen. Na jó van. Oké, megyünk tovább, itt a következő tesék. Magunknak pontozunk lapon, ugye? Egytől ötig, vagy hogy pontozunk? Egytől ötig pontozunk. Igen, öt. Egytől ötig pontozunk. Jó? Egyes. Ja, nem. Hát már úgy értem, hogy... Hát, rohadék. Itt a következő. Halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Szia. Azt nézem, hogy hello. Niki, honnan hívtál minket? Zalaegerszegről hívtál minket. Nikike! Ja, nem tudom. Nem ő. Hány éves vagy, Nikike? Szenyedj, a jégkrémet. Igen, nagyon szeretem a jégkrémet. Aha. Te vagy a mama, jól gondolom, ugye? Igen. Na, és hány éves a gyermek? 6 éves, óvodás. Óvis, hogy hívják? Maja. Maja, na jó van, ad nekünk akkor Maját, jó? Maja, gyere. Szóval nem. Honnan jön Maja? Az óvodából hallottad, Ovis. Igen, most indult Kaposvártól. Sziasztok! Hello! Hello, Maja. Ciao, szia. Maja, hány éves vagy? 6. Akkor te még Ovis vagy, ugye? Igen. Mi a jeled az Oviba? Szív. Oh, már iskolába mész? Majd szeptemberbe? Vagy van még egy évek? Jövő ősszel mész. Aha, várod már? Igen. És milyenek az óvónénik? Hát... Jó, nem mondj többet. Aha. Melyiket nem szereted? Ki? Szeretem. Persze, ki vagy. Maja, mivel készültél nekünk? A jégvarázs szeretném. A jégvarázs szeretnél? Hát az egy dal, ja. Akkor te énekelni fogsz, ugye? Jégvarázs. Igen. Aha, tehát szeretnél egy dalt elénekelni a jégvarázsból. Jól van, oké. Okay. Tudod, hogy mi a díjunk egyébként a hűtőszekrény mellett, ami nyilván egy gyönyörű hűtő, hogy mit adunk még, azt tudod? Még nem, anyukád nem mondta el, hogy mit nyerhetsz majd. Nem akarta feszélyezni. Hát. Ma majd te hűtőre megy ugyanak. Igen. Meg a jég. Oké, okay. Felkészültél? Igen. Na, nagyon figyelünk akkor, Maja, halljuk. A hótenger ma hegeken át, ugye vakít ez a tér. Szívedet is érbe zárja, itt a világ teremén. Tudom, hogy elrontottam, rémes tettem, fáj. Hogy is volt, lehet minden már. A lelkemért csak kettő fél, nagyon haj nehéz, ma ez megtörtént. Hát jöjjön fél, s tél is hó, talán
Legyen hó, még sose volt hasonló. Legyen hó, legyen hó, olyan lelkem a szétból. Már tudnám, hogy mihez szétnék. Jöjjön szákol már, és közben szívemen ül a jég. Ajaj, de helyes vagy. Maja. Add anyukádat még egy pillanatra, jó? Puszilunk. Oké. Okay. Szia! Hello, itt vagyok. Hello, hello. Nem is mondtátok a gyereknek a jégkrémet? Tényleg, mert nem tudott róla. De elmondtam neki, de... Mondta neki? De nem érdekelte. De annyira nem érdekelte, hogy a szeretés az jobban érdekelte. A szereplés. Az meg. Mikor leszek már a rádióba, anya? Azt hittem, hogy nem akartátok sokkal a gyereket, és nem mondtátok meg. De. Oké, Niki, köszi, ciao. Köszi, hello. Puszi, hello, ciao. Nagyon cuki volt. Igen. Nekem nem volt ennyi bátorság bennem egy idősem. Hát a gyerekek egyébként szivacsagyuk van, kétszer megnézi, persze, igen. Tudják, igen. Igen. Na, itt a következő jelöltünk. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Ha, hello! Szia. Ciao, Nóra, jól mondom? Igen, igen, igen. Nóra, honnan hívtál minket? Debrecenből. És mi a produkciód? Hát... az milyen durva lenne. 13 éves vagyok. Csak egy kicsit mély hangom. Nóra, Debrecenből, és van egy gyermeket, ha jól látom, ugye? Hát van, kettő is. Na. Két fiam van, és belgát hallgatnak. Oh, te király! Ja. Igen, csak most az a pici probléma, hogy közben Bence egy kicsit megmakacsolta magát, viszont van egy öccse, aki szintén tudja a dalokat, ha esetleg ő hatmiszak helyette, akkor az... De várjál, hogy bemenekült a fürdőszobába, vagy bemászott az ágy alá? Mi hát történt? Hát konkrétan először a gyerekszobába, most a nappali most egyenesen fel az emeletre futott, úgyhogy teljesen ki van égve, pedig már nagyon fent a fogásban. Ki van égve, az egy picit erős az ő. Utána csavar hátra a kezét, énekelni fog. Elő a krumpádat, az mindig segít. De már úgy, úgy makacsolta meg magát, hogy nem akar énekelni, vagy pedig inkább dopmentolna. Jó, úgy figyelj. Makacsolta magát, hogy nem akar énekelni, viszont a kicsi az szívesen bevállal. A kicsi mennyi idős? A kicsi 3,5 éves. És belgától. Aha, és tolja belgát. De Zsolti a békáról? Nem, egy mostanában kezdték még el, a diszkó albumon van a Benzinkút című szám. Az is jó. Aha. És abban kevesebb a csúnya beszéd, úgyhogy azt lehet a gyerek megadni. Jó. Na, add akkor őt vagy, akkor hallgass. Őt hogy hívják, mondja Bence, aki elbújt? Bence, aki elbújt, és itt van Levike. Levike, aki 3,5 évesen belgát rappel. Na, erre kíváncsi vagyok. Levi G. Levi G. Akkor csak a reflét. Akkor a nyelva. Aha. Tipikus, mama, amikor mama jobban akarja a tehetségkutatót, mint a két gyerek. Oké, okay, figyelj, nem baj, Nóra, akkor visszahívunk, hogy hívjatok. Sajnálom, pedig igen, az a baj, hogy így élő, de azt hittük elég lesz. Persze, hát semmi baj. A házi videót. De így élőben már nem annyira. Jó, hát majd mondjátok el a gyereknek, hogy elúszott egy ütő miatt, Bencuska, látod azt a sok boldog gyereket ott a mezőn? Na hát nem, te ma nem leszel közöttük. És mondd azt neki, hogy nem megyünk sehova. Nem, puszilunk, visszahívunk, majd ha akarja. Jó, ciao, puszi. Hello. Hello, hello. Itt van a következő versenyzőnk. Halló, jó reggelt. Sziasztok. Ó, hát itt már maga a versenyző veszi fel a telefont. Hello, Máté. Sziasztok! Hello! Szia. Hány éves vagy, Máté? 9. Oh. Apád tudja, hogy csörögtél, vagy elloptad a telefonját is. Igen, tudják. Tudja? Honnan hívtál minket, Máté? Hajdú Sámson. Aha, merre van, segítség kicsit. Debrecenben. Debrecen környékén. Uh-huh. Aha, aha. 9 éves vagy, akkor te már suliba jársz, bírod? Milyen? Mesélj egy kicsit a suliról, jó? Az jó, csak hogy nem annyira szeretek járni. Nem szeretsz rá? Megleptél 9 éves fiú gyerek azért. Mit utálsz a legjobban? Mi az, amit nagyon unsz, tantárgy? Vagy ami a matek dolgák. Na, az mindenki utálja. Ki a legundokabb tanárnéni? Igen. Mondd le teljes néve. De erre ne válaszolj. Mi az, amit szeretsz? Milyen tárgy? Hát, amit szeretek? Tesi, meg ilyenek. Na jó, hát azért, az jó, persze, Máté, hát azért az. Erősen alibi, erősen alibi. Szóval, tehát a gyerekek a tesit szeretik, ott lehet focizni. Sportolsz valamit, Máté? Hát, szoktam néha. Na, úszok. Tényleg? Ez ilyen sulis úszás? Igen. Na, az menő. Jól van, oké, mivel készültél, Máté?
A Gütyülgengtől a rap. Nem, hát mondod, hogy Gütyülgengből készültél tényleg? Igen. Most csak viccelsz, ugye? Ez nálunk, nem, nem. Nálunk nem hallottad őket? Nálunk hallottad igen. őket? Először, mikor megmutattuk a Gütyülgenget? Igen, az nagyon jó volt. Az erős volt, igen. Az elég, igen. Na, hát kíváncsiak vagyunk. Jó van, figyelj, mi érdekel jobban, hogy a szülőknek nyerjél egy hűtőt vagy egy jégkrém? Jégkrém. Nyilván persze, ez az ezer adag jégkrém, persze. Felfigyeljenek a tehetségimre. Igen. De azért a szülők közben kapnak egy hűtőt, ha megnyered. Mondtad nekik? Igen, tudtam. Az, a felét, az árának a felét kérd el. Cashbe. Hogy nem, ennyire jó arc, hogy nem. Figyelj, hát ez egy 2-300 ezer forintos hűtő, megmondod, hogy kilo akkor 50. A kilo 50, akkor érkezik meg, ha 75-öt neked lepeltálnak. Ennyi. Kilo 50 vagy perelsz. És most hol vannak a szüleid? Most éppen anyukám itt az ajtó előtt áll. Próbálja visszakérni a mobiltelefonját. Ad ide, tedd már lemennünk. Na jó, oké. Gütyülgeng, jó? Ebben vannak ronda szavak? Azok, amit csinálunk. Igen, azokat átírtuk. Tényleg? Aha. Na jó van, megnyugodtam. Jó van. Oké. Na figyelünk, Máté, akkor. Jó? Mögöttem a csapatom itt a Gütyülgeng. Erre felé nem bívott a nagyvárosi szleng. Elmondom, ha valakinek nem tiszta a kép, a lényegi csak az, hogy együtt van a nép. Nem pedig az, hogy repelni meg ki nem. Hiszen nincsen közöttünk se tupak, semmi nem. Ez igen. Hát akkor az olyan az összes utca, mint a fagból a Gütyülgengnek kemény az utca. Ez az utca szleng, mert a gangster flow. Kemények isznek, mint egy csúlya szó. És oda te félelmem, már 12 éve. Számítottunk egymásra, akármilyen tréve. Velem van a Szabó, Skóba meg a Bábik, Gyuras van a párom, valami már látszik, Dodi meg a hegedűs, és itt van még az aki, bocsi, a repen becsúszott egy-két baki. Itt a Gütyülgeng, ez a mi kis csapatunk, amikor csak tudunk az utcákon csapatunk, leértek ezt a dalt, hogy bennünk ennyi bátorság, viszont itt a keményket. Köszönöm szóval a sátatát, testvérek vagyunk, ami ma már ritka, őszintesség becsület, ennek ez a titka, ez a Gütyülgeng, ilyen a mi bandák, nem tudnak mi minket, bánjunk annak rá. Jó! Én bírtam. Én nem mondtam volna meg, hogy ez nem az eredeti. Jó volt? De jobb volt, mint az eredeti. Szerintem jobb volt, mint az eredeti. Jobb volt, mint az eredeti. Én szívesen simá osztod a szintet. Jól van. Oké, okay, Máté, ügyi voltál. Köszönöm. Hogy érezted, hogy ment? Hát elég jó szerintem. Igen, tök jó arc vagy. Jó, az önmizel a lényeg. Figyelj, többieknek mondtad, hogy hallgassátok reggel a Morning Show-t, benne leszek, srácok, olyat odakirítok. Mondtad neki? Igen. És mit szóltak? Hát, örültek amúgy. Jól van. Oké, Máté, döntünk nem sokára, jó? Még szerintem 8-5 eredményt hirdetünk, jó? Oké. Oké, ma add vissza anyagot a telefon. Nagyon szeretném a fagyikat. Hát, Máté, egyébként ennyire édes szájú vagy, Máté? Azért vagy a többieknek kicsit fagyizni, osztani, vagy, de vagy te egyébként is édes szájú vagy? Egyébként is. Igen? Sok édességet tetszel? Nagyon. Tényleg? Na jó van. Oké, meglátjuk, azért nem annyira, csak hogy... És hogy amikor tudunk venni. Jó, mennyit osztasz vissza az 1000 adagból, ha mondjuk megnyered? Hm? Hát körülbelül a 3/4-ét. Visszaadod nekünk? Hát, igen. Hát ez jó, nem jó biznisz, ebben nem menj bele, ebben nem menj bele. Az 1000 adagból az nem jó biznisz. Oké, okay, Máté, nem sokára eredményt hirdetünk. Jó, köszi, ciao. Hello, hello, hello. Hello. 900-at adsz, hogy nem kapsz semmit. Igen, na jó. 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva. Hello, mindenkinek itt vagyunk, és még mindig zajlik a versenyünk, mert hogy egy hűtő a tét, egy gyönyörű szép vadonatúj hűtő és 1000 adag jégkrém. És hát a gyerekekben vannak bolondulva, e-mailben rengetegen jelentkeztek, több százan most itt az SMS falon mindenki be akar kerülni egy-egy produkcióval, vagy betolni a saját gyerekét, hogy az övé a legjobb, és őt hallgassuk. Én már kerestem egy darab nyalósót, mert ezt nem bírom. Ez ilyen szintű édesség. Na, már is jön a következő. Következő versenyző, itt is van velünk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, ciao, halló, téged hogy hívnak? Zsolt vagyok, Szigetcsépről. Zsolt, szia. Hello, de ugye nem te versenyzel. De hogy is. Hogy hívják a gyermeket, Zsolt? Milován. Milovánnak hívják a gyermeket, hány éves? 5 éves. Uh-huh. Azt a mindenit neki. Na, hát akkor át is adhatod neki, beszélünk vele. Yeah. Jó? Okay. Hát 5 évesen már. Flottul lebonyolítja ezt a dolgot. Ciao, hello Zsolt, szia. Hello, Milován, ciao, hello. Van egyszer neved, vagy ez így hívnak, vagy rövidítik ezt valahogy, Milónak, vagy nem tudom. Mili.
Mili? Mili. Így hívnak, hogy Mili. Aha. Mili. Na, mivel készültél nekünk? Mert tudom, hogy tudsz egy-két dolgot. Mili, mi lesz az, amit előadnál? A Star Wars-ot, meg a nézését, meg a járását. De, várjál, a kettőt együtt? Tehát Star Wars és nézését és a járását? Tehát egy kis Star Wars, egy kis-kis grófó? Igen. Na, hát nagyon kíváncsi vagyok erre. De te láttad a Star Wars-t? Gitározok is. Micsoda? Ezt nem értettük. Mit mondod? Gitározok. Ja, hogy gitározol is. Azt, amin tehát Star Wars, gitáron és egy kis, kis grófon. Nagyon milyen, komplex produkció. Milyen mashup lesz. Na figyelünk, oké, ha nyomjad, jó? Figyelünk. Nagyon jó. Meg a nézés, meg a jólata, meg a kikő, meg a lúga, csak alagy élke majdnak. Meg a nézés, meg a jólata, meg a kikő, meg a lúga. Ki az Ricsi Black úr? Milován, te nagyon akarod ezeket a jégkrémeket, te mindent belomtál. Igen, papának szóljál azért a gitáron hangoljon egyet, de nagyon jó volt. Milo, egy Star Wars, gitár, kis grófó, minden volt. Nagyon szerettük, nagyon szerettük. Jól van, oké, nem sokára eredményt hirdetünk. Jó, Milován, ügyi voltál? Jó. Add a papát még egy pillanatra. Hello, itt vagyok. Hello! Szia! Figyelj, tényleg ő közben gitározott is? Hát nyilván akkordokat még azért nem nagyon fog, de hogy... Dehogyis, csak azt mondta, akkor vállalja a fellépést, ha kap egy gitárt, úgyhogy tegnap menni kellett neki egyen. De te gitároztál? Dehogyis, én gitároztam, ő pengedte. Na, ezt mondom, hogy ő pengedte, hát akkordokat még nem fogad, de az ő pengedte, persze. Persze. Jól van. Hát egy ilyen húrokat, mint a... Egy muszti dobait vegyetek elő, hogy kell behangolni ezt a gitár, de szerettük nagyon. Igen, és ne vessétek el a zongorát se. Köszi. Zsolt, köszi, csokot adjuk, Milován, nagyon helyes volt. Köszi. Puszi, csáv. Hello. Na, itt van a következő versenyzőnk, halló. Halló. Hello, Móni, ciao, honnan hívtál? Sziasztok, Bodajtról hívunk titeket. Bodajt. Az én kis Bencémmel. És nagyon vártuk már, hogy bekerülhessünk, mert reggel 6 óra óta fönt vagyunk, és várjuk, hogy komolyan. Mikor hívtok minket, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk. Bence is? Egyébként hánykor kell? A Bence egyébként ilyen 7:30-kor, mert hogy ma nem mentünk Oviba, mert éppen szabadságon vagyok. Inkább én keltem korán reggel 6-kor, hogy tudjak elmenni a pékségbe a kedvenc reggeliért, mert hogy kakaós sikát szeretett volna. Ugye még feszélyesek ilyenkor, hogyha nem jól kelnek, és akkor nem biztos, hogy működne ez a dolog, úgyhogy elmentem neki gyorsan. De még nem adta oda, még csak tartja, hogy én nem, már meg... Nem, Bence úgy kell föl, hogyha kapok kakaós csigát, lehet, hogy nyerek egy hűtőt neked. De a Bence úgy kell föl, hogy kijött a konyhába, és azt mondta, hogy anya, én ma neked reggel fogok nyerni egy hűtőt. Na, hát akkor halljuk a produkciót. Mivel készült Bence? Hát a nézését meg a járást. Akkor van egy ilyen blokkunk, egy ilyen külön blokkunk. Igen. Igen, hát ő 3 éves, úgyhogy lehet, hogy nem feltétlenül lehet érteni minden szavát. Na gyere, Bence. Na figyeljünk Bencére. Végén egy kis Star Wars lesz, ugye? Adom akkor, Milován testvére, tudod? Biztosan mentek, mind a két gyereket benyomták. Igen, itt vagyunk. Szia, Bence! Hello, Bence! Ciao! Na figyelünk akkor, jó? Hogy szól? Ez a kis grófó, te vagy már a második, aki ezt előadott. Vett a nézését, meg a járását, cipőjének a ingását, száz olyan nyersem anna. Ej! Itt a vége! Bence! Hát egész ország tudja már. Csak levegőt. Igen, végzett és vissza is adta a telefont. Jó, persze, nem akarjuk nagyon, nem akarjuk nagyon fogadni. Kakaoscsiga már nála van? Már megette a kakaoscsigáját. Viszont azt szeretném kérdezni, hogy eredetileg amúgy én a lányommal szerettem volna bejelentkezni. Csak ugye beírtam az e-mailbe a Bencét is, hogyha lenne időtök csak egy fél perc, hogy a kicsi lányom is hadd énekeljen. Nincsen sajnos. Nem. Egy anya, egy gyerek, és a nagy is itt ül, még ők nagyon szeretne valamit. Nem, szegénység, meg neki ígértem. Hát, de akkor miért nem ő? Tehát, akkor miért nem ő? Hát, nem,
nem, hogy a Bence lett visszahívva, és akkor nem. Mindegy, mert a Tamar itt már énekli. Jó, Tamar énekli otthon. Jó, köszi, ciao, puszi, Moni. Ciao, ciao. Hello, hello. Egy szülő, egy gyerek. Egy, hát nem. Szigorú. De Csabinál lehet próbálkozni, ő bőrülne neki. Halló, jó reggel, ciao. Halló, halló, szia Balázs, szia. Hello, szia, János, jól mondom? Igen, igen, igen. János, hello. Szia. Add a gyermeket, jó? Ő már nagy, 10 éves, tehát vele már tudunk beszélni. Sziasztok. Hello, Joel, jól mondom? Igen. Joel, ezt becené, vagy így hívnak? Igen. Melyik? Melyik? Aha. Becené, vagy János, János, vagy tulajdonképpen, vagy... vagy ez Joel, tehát így hívnak, hogy Joel ez a neved. Igen. Aha, jól van. Oké, te 10 éves vagy, akkor sulis vagy, már bőven, persze, már te sulis vagy. Mivel készültél nekünk, Joel? Dala. Na, ne viccelj. Nem mondod. De mi a címe? Mi a címe? Mit tehetnénk érted? Mit tehetnék érted? Aha. Hát, énekeld el a dal. És te jól tudom, hogy hangszeren is játszol, ha jól mondom, ugye? Igen. Oké. Okay. Gitár. Segítek, hogy nem vagy túlbő beszélni. Jó, na hallgatjuk, figyelünk akkor, jó? Jöjjön a produkció, nem kínozzalak tovább. Nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudom. És azt hiszem már észrevetted a jó tündét, én vagyok. De ha eltűnne az arcomról az a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Kicsit szomorú hangulatú a dal, de... Mindenki együtt azt, hogy? Tetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen. Tetnék árul, de neked. Csárjad, milyen jó? Ja. Joel, halló? Halló? Nem, Joel, hány perc most ez? Nagyon hosszú, 5 perc. Meg Joel. Szomorú. Ha-ho! Joel, ne szomorkodj! Joel! Na! Halló. A szomszédból valaki menjen már szólni. Szóltam már Joelnek, hogy vége van, mert mindenkinek egy adott időkeret van. Joel, várjál, legtöjjétel! Valaki egy marék murvával dobja meg az ablakot. Tolja még. Itt vagyunk. Joel. Hello, Joel! Tényleg te gitározol? Igen. Igen. A betyárját, hát nagyon komolyan. Joel nagyon ügyes. Nagyon ügyes. Komolyan. Nagyon komolyan. Jó, és jó volt az ének. És komolyan is veszi. Úgy, ügyes vagy. Igen. De igen. Így mindig szomorú vagy, Joel, azért választottad ezt a dalt? Nem. Jó, megnyugodtam. Oké, köszönjük, nem sokára mondjuk, jó? Köszi, sziasztok, ciao János, hello Joel, sziasztok. Hello. Kifejezetten korrekt. Ügyes kategóriában volt, nagyon jó volt. Igen. De mire gondolhatod közöttem? Igen, persze, mert fura egy picit 10 éves gyerektől ilyen szomorú hangvétel a olvadó jégkrémekre. Ha nem nyerjük meg a jégkrémet, a pánt érdére. Itt van egy teljes... Hallatszik a hangotok. Hogy? Ne arra. Lesz, halló, sziasztok, Éva, hello. Hello, itt vagyunk Bölcskéről, a Ne Felejts csoportból. A Ne Felejts csoport. Óvó néni, ugye? Igen, vegyes csoportunk van, úgyhogy van itt kis csoportos, középsős és nagy csoportos is. Az jó. Még nincs itt mindenki, de már vagyunk itt 10. De ők fekete pontot is fognak kapni. Nem, itt senki nem kap fekete pontot. Csak nem lesz ebéd. Itt mindenki a jégkrémre pályázik, nem a fekete pontra. Félek, hát 1000 adagból azért igen. Elvagytok egy ideig. Így van. Igen. A környező iskolák is kaphatnak. Zöldséget is kapjanak majd. Azt is kapunk minden nap, meg gyümölcsöt is. Jó van, készültetek egy mondókával? Igen, egy malackás mondókával. Gyerekektől malackás mondókkal, nem túl disznó viccek azok. Figyelünk, jó, hallgatjuk. Kis malack, jó. Akkor kezdhetjük. Ez a malac. Mi adja meg, ez itthon vajat, ez a finom becsenyés, ez semmi se kap. Ez a malac. Vicsit nagyon, új, elég éhesek vagyunk? Nagyon jó. Nagyon jó volt. Nagyon helyesek voltak.
Köszönjük szépen. Puszi, sziasztok. Hello, ciao, ciao. Na, ügyesek. Milyen dátán mehetett ott a fölászani. Meg ne szólalj. Köszönj, lépj meg. A malacosat mondjuk, nem a kiskacsákat. Na, még egy utolsó. Sorokban. Igen. 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 Nem. Nagyon várjunk. Halló. Halló, jó reggelt. Hát jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Te vagy a versenyző? Igen, én vagyok a versenyző. Lancsi Krisztián. Krisztián, hello. Nem mondná. Te még beleférsz a 14-be? Én még persze beleférek. Komolyan, Jézus Atya, Isten. Na, és mivel készültél nekünk? Hát én egy énekkel készültem, amit az Eddától a Kört fogok énekelni. Eddától a Kört? Ez jó. Ha? Ez jó. Igen, igen. Ez jó fog állni, hogy picit elcigiztél már a hangod. Igen, mondja? Sorbát 299 gyerek, hogy engem tudjanak hallgatni. 290 gyerek van körülötted? Igen. Komolyan mondod? Igen. Atya, de mit csinál? Hol vagy te most? Az iskolában. Ja, és mi is körülálltak, hogy szóltál, hogy gyerekek, mi adásra vagyok, 290 gyerek áll körülötted. Atya Isten. Hol vagy most egy javító nevelő intézetben? Tehát ilyen nagyon csöndben vannak. A 290 gyerek, hogy tud így ennyire csöndben lenni? Hát ezt én nem hiszem el. Hát mert ugye nekem énekelek, és mondtam nekik, hogy maradjon csöndben, és csöndben maradtak. Mert felzárva vagyunk külön, hogy ne halljátok, de ha halljátok, kimenjünk hozzá. Mondjátok meg ki csak egy ilyen üdvrilalgás, hagyja, hogy majd milyen hangja van 290 ki gyereknek. Ki volt, aki beszélt, a húgod? Ki a bájra? Ki a bájra? Tényleg ott vannak. Na megvan, tényleg, jó, mert az első kiáltásnál a 290-et nem nagyon hittem el az egyszerűen. Legalább 8. Igen, oké. Na Krisztián, egy verszakot a körből, jó? Jó, rendben. Akkor egy verszakot. Csak percre leülök. Miért? Énekelhetem? Miért ülsz le? Miért? Ülve jobban meg? Tessék? Ja, igen, igen, úgy jobban meg. Kör közepén ülök? Kör közepén ülök? Körbe vesznek, jó. Lehet kezdeni? Hogyne? Ja, itt vagyunk persze. Kör közepén állok. Körbe vesznek jó barátok, körbe vesznek jó barátok és rosszak. Kör közepén állok, így könnyen eltaláltok, így könnyen eltaláltatok rosszak. Köszönjük szépen! Eltaláltátok a rosszat. Jó van, Krisztián. Sokszor hallgattad ezt a dalt? Fú, hát én ezt imádom. Az Eddát azt nagyon imádom. Tényleg? Nagy Edda rajongó vagy? Jó van. Egyébként jók, tényleg jók is. Tényleg jók is. Oké, okay, jól van, Krisztián, köszi. Szalai, úgy 14 éves, mint ahogy Matolcsi ortodox. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.